Na, szóval igen, ott tartottunk, hogy a Rayman Legends-nek a második részével fogunk játszani ma este, és a hangerőt azt lehet, hogy majd egy kicsit emelem, hogy jobban halljam én is, meg ti is. Meséljetek közben, mert még mindig nem meséltetek, hogy milyen napotok volt. Remélem, hogy mindenkinek minden szuper volt, hogy jól éreztétek magatokat. Mi elkezdünk a Rayman-nel játszani, aztán közben majd dumálgatunk, és akkor valamikor majd az este során, szerintem egy 2 órán belül váltunk PS5-re, és akkor a PS5-ről befejezzük Sárkány Máté kalandjait. Csak a Globox. A Globox az nem, az béna. Csak a mágus karakterünk. Hogy hívják a mág... Nem. Mi az, hogy le a vámpír démonnal? Még el se kezdtünk játszani, de már fikázás megy. Ezt be fogom tiltani. Betiltjuk a fikázást, sajnálom. Nem töltöttem magamnak vizet, már jár csak. Shit. Nem baj, eddig nézzük a trailert. Ja, hogy ennyi volt a trailer. A Ubisoftnak meg kellett jelennie. A trailernek már nem nagyon. Szevasz, páncíros róka, hogy vagy, mi a helyzet? Cenzúrázott lesz a chat. Igen, aki negatív, azt diszkvalifikáljuk. Mi lesz az ovisokkal? Az mit jelent, hogy ovisokkal? Na, Rayman Legends. Megnyomjuk a folytatás gombot már is. És elképesztő sebességgel. Már itt is vagyunk. 53. Milyen kis lassan fordul a karakterünk amúgy. 53 ilyen kékbigyót szabadítottunk ki eddig. És visszamehetnénk itt akár az Origins-be is, de mi nem ezzel folytatjuk a mókát és a kacagást, hanem az alapvilágot, amin elkezdtünk előre haladni, ott fogunk tovább menni és befejezni. Fikásóvódás. Hogy az... hát nem tudom. Diszkvalifikáljuk őket is. Betiltjuk a fikázást. Következnek mi lesz akkor betiltva? A kapai mód? Igen, és a dödölle. Ez a három. Na! Már is megyünk a következő pályára, ahol hihetetlen pókok, elképesztő tűz áradat és láncok csörgedeznek. Mondjuk a pókok nem csörgedeznek, mindegy. Azt ott ilyenkor elkapja? Igen, és akkor ez a kis piros bigyó. Jó, minden meg van csinálva. Ott fel lehet ugrani? Tehát... Ó, micsoda kitaláció, wow! Ez egészen tetszett, mekkora menőség volt már. Jó. Szétrugjuk ennek is az arcát, és akkor már is boldog mindenki. Valószínűleg megjelenik a kisbarátunk, a zöld binyó. Régen hallgattalak élőben, mindig nézem a YouTube-on, amit felraksz. Tényleg, páncélos rók, ez nagyon kedves tőled. Melyik volt a végigjátszás, amit mostanság nagyon kedveltél? Volt-e olyan egyáltalán? Jó, azt, hogyha leengeded. Nem történik semmi más. Arra figyeljünk oda, hogy... Várj csak. Figyeljünk oda, hogy hol vannak a titkok elrejtve, ugye? Ezt mindenképpen arrébb kell helyeznem, így. És azzal mit csinálsz? Help me, azt mondja, vagy Fluffy, vagy Floppy. Nagyon rossz ötlet volt ott lefelé támadni. Na még egyszer, mutasd. Tehát áthúzod ide. Jó, igen, és utána hogy mész vissza? Mi? Crash attack-kel? Oké, tehát ezt csinálod és... Valami nincs itt rendjén. Nem, valami nincs itt rendjén. Annyira lassan reagál itt a kontroller, hogy nem igazán értem, hogy mi van. Bár lehet, hogy ennek ilyen az irányítása? Teljesen szokatlan. Tehát oké, ezt itt szétvered, majd lemész és... Jó, ezt meg kell szoknom még. Sokkal lassabb volt az oldalra való manőverezés, mint amire az ember gondolna. Nem veszi észre? Mit nem vesz észre? Szárnyaló zöld béka démon. Szia Paloma, jó estét! Kapa és a dödöre kapcsolatát kifejtenéd? Nincs köztük kapcsolat. Hát miért lenne köztük kapcsolat? Na hát ez igen. Ne, várj, azt vedd fel! Azt sikerült, azt hiszem ott hagynom. Na nem baj, hát akkor menjünk tovább. Hogy értette azt, hogy ajjaj? És miért mondja azt, hogy nem veszi észre? Annál, hogy pizzát, fahéjas csilis babot nem tiltjuk be, nincs igazság a földön. Nem. Igazság nincs, az biztos. Visszaugrasz, és már is tiéd minden kincs. Minden, ami fényes és króm. Bajt érzek? Mit kéne észrevennem, srácok? Meló, közben hallgattak ennek a játéknak első részét, amit felraktál. Na, örülök neki, hogy azért...
elszórakoztatott valamennyire talán munka közben, legalábbis remélem, hogy nem sírtad össze magad. Várjál csak. Á, értem. Oké. Okay. Jó, ez megvan. Most akkor induljunk vissza. Eddig nem hagytunk el egyet sem. Ez lehet, hogy egy hosszabb pálya. Van viszi kólád? Nem, nincsen. Miért? Hát van, de miért? De nincs. De nem iszok. Van kapcsolat a kapa és a dödöle között. Két dolog, ami mellett kardoskodok már jó ideje. Na tessék, Barkata megfejtette what the fuck-kal. Ide bejövök, akkor egyből egy hihetetlen titok. Nice! Na lássuk! Wow! Jó, semmi gáz. Forgasd meg, haver! Forgasd, jó lesz, jó. Oké. Várj, mit kell csinálnom? Még tekerhetem egy pic. Igen. Most akkor ráakaszkodunk arra, hogy egy óra most nyugodtabban tekerheti az ember. Honnan nem mondod komolyan. Ez vicces! Ez tetszik? De mennyire jól van már ez kitalálva. És akkor most tekerd arra. Majd essünk ki. Azt nem mondod, hogy úgy kell majd kiesnem, hogy oldalra fordítva. Engedd el. Oké, és akkor, hogyha erre fordítod, akkor... Igen, kinyitottam az ajtót. Nagyon menő. Ez tetszett. Mindig mosolyogsz, ez nagyon kedves. Örülök neki, hogyha jól szórakozol. És nagyon hálás vagyok, hogyha ha fogyasztod a vodos tartalmakat is. Az nagy királyság, hogyha nem feleslegesen pakolom fel őket a YouTube-ra, ugye? Ott van fent! Várj! No, de ki mondta, hogy azt megcsinálhatod? Jesus! Várjál, na jó, hát akkor le kell, hogy essek. Azt miért csinálta amúgy? Láttátok, mekkora egy csalás volt az egész, ami itt történt? Tehát csak annyit szerettem volna, hogy... Ne fogd meg! Hát ez megint egészen úgy alakult, ahogy én gondoltam volna. Na hát, mi lenne, hogyha csak elugranék róla így, és akkor fel, és aztán... Aha, hát ez egy full egyszerű kitaláció volt amúgy. No, hát erre is rá kellett jönni. Tehát, ha jól értem, be lesz tiltva a kapa, és nem jól értetted, ilyet nem mondtunk. Nem tiltom be Barkatát, nem, Barkatát nagyon szeretjük, és megbecsült tagja a kórusnak. Nem. Katák a kutyai kifürkészhetetlenek. Kata 148 éppen most is játszik egyébként. Elképesztő Mass Effect andromédázásokban van. Szia, Terax! Ez a játék még mindig csodálatos. Te is csodálatos vagy, hidd el nekem! Szemétláda! Ez kiszedte az extra HP-nkat egy pillanat alatt. Jó. Vágd el! Köszönöm! Ne, várj! Ne, wait! Ne! Mi lenne, hogyha várnál egy kicsit? Hey! Várj! Oh, shit! Na hát, ilyet lehet? Ezt nem egészen így gondoltam. De működött. Oké. Mehetünk tovább. Néha nagyon küzdök az elemekkel, hiszen azért ez egy sokkal nehezebb pálya, mint amit megszokhattunk eddig. Kifogások, persze. Oké. Itt most jönni fog valami, ami nekem baj. Mi az, hogy jön a tűz? Na, ez nem volt azért szép. Várjál, mert mindenhonnan jön a tűz. Az ott mi az ott balra? Azt lehetne mozgatni? Álljunk meg, mert itt történnek dolgok. Az a pók az ott gonosz? Jó, nem, csak megcsikiztük valamelyik talpát a 8 közül. Hétköznap általában reggeles műszakban vagyok, este megyek aludni nagyon... Hát igen, megértem, azért nem lehet az egyszerű. Ja nem, hogy az nem mozdul el. Értek mindent. Jó. Gyert, azt kapd el. Az baj. Az nem jó. Na hát tudtam én, hogy azt meg lehet csinálni. Így, és akkor ott, ami ott van, azt meg vakarázd meg. Egyből működik. Királyság! Meg vagyunk! Szevasz Zsavá, hogy vagy, mi a helyzet? Egy csillagos pályát sem teljesítettem hibátlanul. Nagyon menő ebben is. Dehogy is! Látod, hogy csícskulok, hát tiszta béna vagyok. És most nagyon darabosan közlekedünk, mert időközben... Hopp!
Időközben igyekszem figyelni a chatre is most már. Rayman nekem is megvan, kedvet is kaptam hozzá, újra kezdtem, régit kerestem, amivel legelsőnek játszottam. Az a Rayman 2 Great Escape volt PS1-re, sajna az nincs új változatban. Rayman Rush van meg még PS1-re, kipróbáltam pár éve, meg mindig működik, az de király lehet, az nagyszerű lehet. Azok ilyen kincsek, amiket jó, hogyha az ember nem veszít el. Értem, mert nem hallottam még embert nevetni platformer játék közben, számomra már az is oda, ha valaki nem rage-el rajta. Ja, na hagyjuk már! Hát szerintem... sose baj, hogyha az ember egy kicsit nevet azon, hogy mennyire is tud bénázni. Egy full egyszerű feladat egyébként ez a... És mit kell csinálnom? Az nem jó. De ott hogy kellett volna átmennem? Ja, úgyhogy elvágom a kötelet? Na, ezt újra. Tehát egy full egyszerű feladatokon kell keresztül menned, és hogy még azt is el tudod rontani. Szerintem ebben megvan a humorfaktor, hogyha az ember nem veszi szuper komolyan magát, mint például így elrontani, mint... Ez nagyon szar volt. Na, még egyszer. Várj, engedd el, oké? Okay. És most! Nice! Tudtam én, hogy... Ne engedd el! No, de... Na tessék. Még jó, hogy ebben a játékban nincs élet. Olyan game overek pörögnének hallani, nem igaz. Ott van egy sárkány a háttérben, észrevettétek már? Most mit lehet csinálni azzal a... Az nem jó. Várj, és hogyha azt csinálnám, hogy... Á, ne, ez hülye ötlet volt! Hát komolyan mondom, nem a legegyszerűbb pályát választottuk. A Remnantot nagyon szeretted? Nem volt az rossz játék. Én egy kicsit sajnáltam, hogy... Nem tudom, egy idő után úgy unalmas. Tehát persze addig kijátszottam, már háromszor végigvittem azt a játékot. Csak utána úgy meguntam, és akkor tudod, úgy nem jött hozzá már új élmény, új tartalom, vagy ilyesmi. Pedig egyébként volna benne azért bőséggel. Hoppá, micsoda kitaláció volt, azt mondom ez egészen szép volt az a mozdulat, ha nem volt az annyira rossz, mint amennyire lehetett volna. Várjál, alul is lehet ám menni, de hogyha felülmész, akkor mi van? Semmi, annyi, hogy alul kellett volna menned. És ott szétcsicskítod a madárbigyókat. Ó, ne, hát ezek nagyon gonoszak, amúgy. Jön a sárkány mindjárt, azt vágd el. Jó, megoldjuk, lehetne sokkal szarabb is. Hát ugye itt egyszerre kell foglalatoskodni azzal, hogy... Az nem nagyon jó. Már mindegy, most már így alakult, hát ki tudta volna, hogy... Ne, várj! Azt megöltem. Hát egy kicsit bemártottam a lábába, azt hiszem azt, aki ott volt alul. Na jó, de honnan tudtam volna, hogy ott lesz? Oh shit. Talán egy picit meghalt. Oké, most koncentráljunk. Amúgy ezt nem is kell elvágnom, mert teljesen felesleges, nem? Nekem az úgy tűnt, hogy... Ne, várj! Oh shit. Ez baj. Szevasz, Folti, mi a helyzet? Mindjárt még egyszer. Pénteki fáradtságban minden rendben, gondolkoztam, hogy eldenezek, de fáradt vagyok, és nagyon a végén vagyok, úgyhogy majd holnap. Ma csak nézem, hogy más játszik. Az se rossz egyébként. Figyelj, gratulálok, hogy eljutottál a végéig, az is egy szép teljesítmény. Csukom! Szevasz, Kucsi Asina, mi a helyzet? Na, és most akkor nem fogjuk széttörni, hanem azt mondjuk, hogy szevasz, már is mehetünk. Nem kell mindent állandóan. Az ott marad lent? Igen. Jó, várj, ez lefele csúszik. Oké, megoldjuk. Jó lesz. Jó, oké, és most mehet. Nagyon király. De hol maradt a királynő? Ez mi? Várj, egyet el... Nem, én nem akarok szaladni, haver. Elmisszeltük a királynőt. Hát nem lehet úgy tovább menni, hogy minden... Nincs meg minden TNC. Epic Game, nem bánod? Bagolyt rátjöttem. Ja, nem tetszett a Lost Ark-ozás? Kaptam már egy csokor beutalót. Na, Folti, hát ne viccelj már. Azért jól vagy? És akkor most szaladnom kellene? Már egy kis hangerőt adtam rá, hogy mindenki jobban hallja a játékot. Az mi ott fenn? Mi az, hogy... Fire punches. De hát tudom, hogy mivel kell fire-ölni punchizokat. Ó, azt hiszem, hogy kezdem érteni, hogy működik mindez.
Hát elmaradt a királynő, a fene vinné el. Most az hogy lesz? Wow! Micsoda epikus kihívásokban! Mi van, csicska? Szétverem a sárkányok arcát egy pillanatra. Oh, shit! Oh, no! Na nem baj. Királynő mindig fontos? Miért? Ez olyan volt, mint a Nintendo zene lett volna, hallottátok? Na még egyszer. Ott alul nem lehet oda menni? Nem, nem, úgy tűnik, hogy ezt nem kaphatod el. Szuperül haladunk, majdnem megvan minden, kivéve egyet. Az nem lesz most jó nekem. Mintha lecsúsztam volna. Nagyon szeretem, tetszik az Elden, jó ideje valami lazább hangvételű, nem nyílt játék. Ideje lesz valami lazább hangvételű, nem nyílt játéknak ezután. 150-200 óra van benne eddig. Hát igen, igen, hogyha mindent megnézve, akkor nem csinálom. A felfedezés öröme azért az király dolog, de így viszont a következő végigjátszásra nem hagysz túl sok mindent magadnak. Jó lesz, megoldjuk, nem kell beszarni, lehetne sokkal rosszabb is. Tehát egyre, egy amoda, és... Nagyon nagy királyba megyünk, ez most egészen jó haladás, jó haladási. Várj, azt ott lesz a szednét, kérlek. Nagyon menő. De hol van a királynő? Jaj, ne, ti még nem lehettek itt, ez még csalás. Ne, a királynő ott maradt valahol. Úristen. De összeszedtem 633-at, akkor az most majdnem jó, nem? Hát amúgy a... Hát az baj. Most mit fogunk csinálni? Ezt nem lehet így hagyni. Action complete, you play-en. Na, a Ubisoft. Várj, most akkor a 60 fölé megyünk, ugye? Tehát kinyitjuk a baloldali pályát. Hát ez most nem lett very big. Kaparsz. Ne mondd meg, hogy mit csináljak, de amúgy igen, kaparunk. Mindjárt. Engedd el? Balra? Jó, oké. Lucky ticket, kaparás. Gyerünk. Ó, én azt hittem, hogy Origins pályát sikerül kinyitnunk, ehelyett kaptunk egy creature-t, amit majd megnézünk, hogy mi. Mi az, hogy Smuff? Smuff? Ez a neve? Na jó, akkor megnézem. Tetszik a neve, ezért meg kell nézni. Ó, de hiszen ez egy másik pirítós. Ez már egészen kedves arcú. Oké, akkor menjünk és szedjük össze az összes lumot, amit eddig begyűjtöttünk, hiszen nagyon fontos ez a játék végigjátszása szempontjából, hogy minél több lumod lehessen. Molesztáltad a szörnyeket? Azt is lehetne, igen. Na, visszamegyünk a galériába. Az az el, amikor a lotot kaparja az ember, a Tefné egyik pályának ezen ére emlékeztet, óriás lovagok táncolnak a háttérben. Na látod, az megvan nekem még, de most a zenéje hirtelen nincs meg. Ez a hősös, az most nem kell nekünk. Várj, de, mert nyitottunk ilyen csicskákat, ugye? Menjünk csak be. A lumok száma határozza meg, igen, hogy... Ó, oh, wow! Várj, ez Teensy Ray. Akkor ez most Rayman és Teensy egyben? Határozza meg, hogy milyen hőseid lehetnek. De hiszen ez sem rossz amúgy. Szerintetek? Melyikkel legyünk? Amúgy van olyanunk, hogy... Nem, itt a beállításokban nem lehet bemenni. Nem tudom, nekem ez is tetszik, meg a kék is tetszik. Melyik legyen? A kék az egyes, a Teensy Ray, ami most van lent, az a kettes. Melyik legyen? Globox nem lesz. Kettő. Én a kékkel toltam az Origins-t, jóféle. Mindig a csajokkal voltam, nekem mindegy. Nem, a barbár lányokkal nem leszünk. Jó, kettő lesz, mert azt szavaztátok meg. Köszönöm szépen. Jaj, hogy vagy csal, akkor nézd, mi a helyzet? Na, Teensy's in trouble. 62/72, ez nagyon zavaró, hogy egy darab Teensy fog hiányozni. A Teensy az nem ilyen izi? Képzeljétek el, hogy a Wikipédiában úgy fordították, mint hogyha 10 évesek lennének. Ott megvan már a barbár királynő, ugye? Akkor most már csak ide kell bejönni. Elysiát kell innen kiszabadítanunk. Ez egy három. Majom, vadd te meg a lányod, te majom! Mondom három, nem majom, te majom.
Na szóval, igen. Azt ott meg lehet csinálni, hogy... Ja nem, még nem kaptuk meg a haverunkat. Milyen kis péniszorom van, azt a mindenit, de jó, hogy élőben nem ilyen. Oké, kitaláljuk, hogy mit kell csinálni. Mozgatjuk a platformokat és győzünk. Aha, tehát ez így működött. Jön a tűz, te majom! Várj! Az nem nagyon jó, azt nem így képzeltem el. Újra. Mozgasd azt a platformot? Gyönyörű, haver. De most akkor azt nem fogod összever? Na jó. Hát itt hogy lehet átugrani? Akkor most annyi lenne a dolgom, hogy mindent csak így... Aha, igen, pontosan ennyi a dolgom. Hát azt hiszem, hogy nem kapaszkodtam fel oda, ahova fel kellett volna. Mehetsz. Vagy rá kell ugrani, és akkor... rá kell ugrani! Aha! Micsoda kitalációk vannak ebben a gameben. Na oda figyelj! És akkor elindulsz, és nyomod, és elkapod, és már mehetsz is jobbra át. Na, hát csak rájövök, hogy mit kell csinálnom. De itt nincsenek szerintem lumok elrejtve. Vagy hogyha vannak, akkor nagyon durván eldugták őket. Oké, itt felfele fúj minket a szél. Nagyon szép összeszedések. Gyere ide balra. Várjál. Mégis van. Ne ott maradtam. Istenem. Na mindegy, akkor most nagyon sokat elhagytunk sajna. Most sajna nagyon-nagyon elmisszeltem azt a lehetőséget, úgyhogy... Mondhatni egészen bé... ez baj. Egészen béna voltam. Gyerünk. De miért nem kapja el? Elnézést, de hiszen ez csal ez a játék. Tehát felmész oda és összevered és aztán... na így már lehet haladni. Ezt már szeretem. Várj, gyere vissza. Oké, mehetünk. De miért nem veszi? De mi? Hát nem miért csal? Hát nem így van a csaláson a játékban? Hát nem kapja el? Hát láttátok? Hát mondom, hát nem hülyeségből mondom, amikor csal a játék. Hát én nem hazudni járok a Twitch világába. Hát csal a játék. Na figyeld, most mutatom még egyszer. Fogod, ráugrasz, rácuppansz, nyomod. Nem, várj, gyere vissza! Isten! Oké, hát valóban most én nyomtam meg azt a gombot, amit nem lett volna szava. De semmi baj, hát ez normális. Hát ez jó. Oké, nem gáz. Vissza az egész. Shit. Nem baj, na. Könnyed kikapcsolódás péntek estére. Gondoltam. Aztán ez lett az egész föl. Szerintem még sírni is fogok a végére. Hopp, te csicska. Na várjál, elkapod és átmész. Ez igen, végre sikerült. Mehetünk. Annak a szemét vágyd ki, gyönyörű haver. Kitépem én a beledet, akármi is vagy. Kísértett minden. Azt ott nem vágtam le. Vagy azt, hogy ott tettem, hogy nem. Azt nem vágd le, te hülye, hát hogy mész át? Wow, az mekkora mozdulat! Őrületes bringagép! Kapd el? Igen, és tovább. Hát figyelj, ezt lehet, hogy gyerekek is tudják ám teljesíteni, tehát nem kellene, hogy problémám legyen úgy egyébként. Lehetne sokkal rosszabb is. Vedd össze a szemét annak a... Ne! Ott maradt egy csomó! Ott maradt egy renget! Úristen, mennyit misszeltünk el. Na most aztán rendesen el lett rontva az egész. Júj. Ez baj. Hát 300-at lehetett volna. 291! Oké, van még egy pályánk, amit újra kell játszani. Hát ez baj. Neki mentek még egyszer? Köszi! Most annyira nem erőltetném. Majd a végén, hogyha ugyanössze, hogy platinázni akarjuk. Olympus Maximus? Kinyitottunk egy világot. De ne menj oda. Júj, az nagyon sötét volt és szörnyeteges, láttátok? Simán össze lehet az összeset szedni, különben nincs meg az 1 milliós. Na jó, de aki 1 milliósra megy, az már nagyon HC arc, az már nagyon hardcore. Vagy egy kisgyerek, akinek a világ összes ideje rendelkezésére áll. Megvan ez a 3, és akkor nézzük meg Elysiát. Várj, ez egy pálya, vagy most odaugrom, és akkor ugye nem fogom. Attól félek, hogy most beleugrom és... Igen, pontosan ez fog történni. No!
Jó, persze, a csajoknak is kell valami, amivel szórakozhatnak, de nem akartam volna ezt most. Hardcore-os kisgyerek vagy? Dehogy vagy hardcore-os? Inkább nyissunk egy Lucky Ticket-et, most nagyon szomorú lettem. Egy kicsit lehet, hogy tényleg olyan a zene, igen. Rengeteg lumot kaptam, 500-at, hát az nem mondjuk nem annyira nagyon sok, nem baj. Assassin Ray, az kicsoda. Ó, várj, nézzük már meg, hogy néz ki Assassin Ray. Sokkal menőbb Rayman? Hát ő pontosan ugyanolyan Rayman, mint a többi. Na jó, de hát nem lehet semmi sem jobb a szupermágusunknál. A szupermágusunk a legviccesebb, úgyhogy köszönöm. Nem szeretek lányokkal szórakozni? Hát szórakozni velük nem annyira, az biztos. Vagy hát nem tudom, milyen értelemben mondod, ez is elég kétértelmű. 65/72, tehát az utolsó pályán elméletileg még 6 darabnak kell lenni, és akkor egyet elmisszeltünk, ugye? Ha jól számítom, akkor így lesznek ezek a teensik ide eltéve. 65/700-nál járunk. Itt meg amúgy nem kaptunk... A gyerekek is nézik, semmit sem. Mert ugye rögtön kihagytuk a királynőt, és így nem mehetünk a bronz serlegnél tovább. Pedig amúgy megvolt ott minden. Ez a pálya megvolt? Nem. Mi az a Castle Rock? Nem. Itt tovább mentünk, ez a pálya meg még nem volt semmi. Jó, igen, ez 4-es nehézségű. Csak is pozitívan, nagyon helyes. Nagyon helyes! Ez egy olyan pálya, ahol ostrom alatt van minden is? Ó, várj! Már is majdnem nehézségekbe torkolott ez az őrület, de sikeresen... veled mi van? Ó, nem mondod, hogy most tudok így lövöldözni, de hiszen ez marha jó! És akkor a sokadik lövésed az ilyen szuper extra támadás? Wow! És most mit csináljak itt? Itt most jönni fog egy szuper sárkány? Jaj, de tudtam! Jaj, de nagyon tudtam, hogy sárkányos pálya lesz! A Cupheadből már emlékszem, hogy mit kell csinálni. Fölfelé kell lövöldözni, amíg benne nem pusztul a szemétládája. Várjál, nem ott lesz, ugye? De ott lesz. És mit csinálsz? Jaj, ne, kiköpköd ide mindenfélét. Össze fogja piszkíteni a pályámat. Mindjárt lelőlek én, majd megtudod. Super box kesztyűvel lesz olyan punchingetek. Mi van, csicska? Kapod? Hát nem lehet velem elbírni. Oké, ezt lehet, hogy így kellett volna, de megcsináltuk. A sárkányos vár. Ami rád vár? Igen. Pohár. Sárkányos pohár. Vagy ilyesmi. Mi? Nehogy már! De kiverte a lábam alól. Ott megy valami. Várj! Ó, ne. Az megbántott egy picit. Akkor most már többet nem sérülhetek? De. Van egy szívecskénk ott a másik oldalról jött be. És akkor most azt akarja, hogy ugorjak fel oda a izére? Ezt miért csinálom magammal? Azt hiszem, hogy kapott egy nagy büdös pofont az arcába. Nagyon helyes. Meg is érdemeltette kis szemétlád, de nem kellett volna szarakodni Raymannel, vagy nem tudom ki ez. A szuper csicska mágussal. És mit fog csinálni? Jaj, ne! Megint összevertik mind... Hey! Oké, akkor kezdjük innen. De nehogy elborulj! Vá! Oké, egészen jók vagyunk. Még jó lehet! Nem nagyon lehet jó! Jaj! Oh, shit! Hát, újra. Ott az a leszálló ág, az szerintem sokat segíthet nekünk. Nézd, amelyik itt jön. Ez. Ez csinálja meg szerintem, amit nekünk meg kell csinálnunk. Hey! Ez azt hiszem letolt magával. Semmi gáz. Újra. Lehet, hogy nem vesztegethetek időt. Így kell ennek meglennie. Ne menj fel, mert a... Hiszen az aljába be kell ugrani, mindenki látja. Szevasz, kerge, barha, kecske, mi a helyzet? Hogy ment a matek doga? Újra! És most! Várj! Jaj, ne! Jaj, no! De hiszen ez nagyon nehéz. Amúgy ez frankon nagyon nehéz. Hát ezt hogy csinálod meg? Hát mi lenne az ability, amivel ezt meg tudom oldani? Indulj meg! Ja, ez! Jó, hát ez nem is olyan nehéz végül is. Hát csak egy kicsit kellett gondolkodnom, ugye? Ó, várj, itt most... Ez most mozog? Várj, mi? Jaj, ne, ez egy inga mozgást végző... izé.
Ne bánts már meg, hát elököd! Hogy mi? Na várjál, gondolkodjunk. Gondolkodjunk, hogyha erre mész, akkor elborul. Ez már is egy hülye ötlet volt. Jó, kettő. Ötös lett, na hát az igenis, miből írtál? Mennyi pusztuljál el onnan? Gyerünk vissza fölfele, mert itt nem annyira bánt meg. Ugye? Igen, itt nem akar annyira megbántani. Jó, eddig jók vagyunk, eddig minden szuper. Kicsit kihajlunk ide jobb oldalra. És kellene bántanom? Nem. Jaj, ne! Ne lököd! Tizedes törtnek, az elég HC, jól nyomod akkor. A matek az egy nagy királytudás. A matek az egész univerzumban mindenhol érvényes. Nem tudsz olyan helyet mutatni, ahol az egy meg egy az nem lenne kettő. Bár bizonyos elméleti síkokon persze változhatnak a dolgok. És ez nem akar megpurcanni? Tehát ő olyan, aki nem fog meghalni neked? Ne lök már le, hát de... Újra. Megcsinálok én mindenkit egy perc alatt? Nem kell beszarni, jó lesz. Majd gyere csak fel, majd kapsz az arcodba. Nem jött fel direkt, látod, hogy be van? Ezt a fázist várd már meg. Nem várom meg. Milyen bántom? Nem látod, hogy szétbántam az arcát? Köszönöm. Igyekszem, hogy menjen. Áú! Á, te hülye! Hát megbántott, nézd meg. Hát kérek még egy szívecskét. Jó lesz. Most ezt miért csinálod? Hey! Na hallott, te nagyon gonosz vagy ugye egyébként. Köhögsz még, te szemétláda. Na várjál, kapsz mindjárt olyat az arcodba. Ah! Ott megjelentek a szuper gonosz dém... Na hát hagyjál már, hát mi? Még egyszer. Nehéz ez a pálya, hát mindenki látja, hát ez már 4-es nehézségű. Hát én meg ilyen 3-asra vagyok kalibrálva. Hát ez már az upper level, intermediate, meg ilyenek. Jó, igen, akkor gyere fel, mert nagyon veszélyes vagy. Ide lemegyünk a jobb aljára, jó? Mert itt nem talál el minket. Ugye én mondtam, hogy nem bántott meg. Ennyi. Szépen mehetsz felfelé, minden szuper. Köpköd ki a tüdődet nyugodtan, majd kapsz olyat mindjárt. Áááá! De hülye! Na ugye? Én mondtam, hogy meg lehet bántani. És akkor most jön az bemar? Keményen? Nem, neki ment egy toronynak. Hát összebántja a világot. Ez nem lesz jó. Vagy ennyi volt? Ó, azt hiszem, hogy ezzel nagyon sokak halálát okozta. Én hogy kerültem ide? Teleportáltam időközben? És hol van a harmadik? Ó, most még lesz egy futós részünk. Aha! Jaj, várj, beakadt. Jaj, ne! Beszorult! Gyorsan hívja valaki a segítséget, hát a sárga angyalra szükség volna. Csicska? Hát kirepült valamelyik... Furcsa csillagképek vannak itt, azt hiszem, nézd ott, száradva vannak kirakva ruhák. És eltűnt egy malac fenekében. Ez egy kicsit olyan Black Mirror első epizód. Ó, de hiszen ez a pokolbolygó, és ott fogják szurkálni. Kellett neked, látod? Kellett neked? Ilyen, nem tudom, miket csinálnod, amiket csináltál. Nem, meg lett egyébként mind a három, de ki gondolta volna? De akkor viszont nem lett elég lumi, ugye? Hát ez a 135, ez... de figyelj! A laza! A tiszta lazákban vagyunk, a perfekt, elsőre. Nice! Oké. Akkor let's go tovább. Kinyitottuk Castle Rockot. És a Castle Rock az micsoda? Gratulálok! Elérted a harmadik szintű Isten királyságot. Ezért kapsz 3000 lumot. Köszönöm, nagyon kedves. Akkor most azonnal kaparjunk egy sorsjegyet. A Castle Rock az menő? Wow! Kaptam egy Teen Seed. Ezek szerint a kaparó sorségekből is kell kaposgatni ezeket. Van ilyen szó, hogy kaposgatni? Zene, Rayman Edition? Azonnal hallgassuk meg.
És akkor most hangosan kell, hogy legyen, vagy... Adok rá hangerőt. Oké. Okay. Oké. Okay. Na nem mondod. Na nem mondod. Oké. Okay. Bejön, rendben. Hát nyilván a Black Betty. Gyerünk, gyerünk. Lesz egyből Bábelá. Meg Bembelem. Ahogy Iván mondaná. Ez király. Ó, azt hiszem elrontottam. Még egyszer. Ott kell nyomnom, ahol kék van. Uh-huh. Ha-ha! Zseniális! Az majdnem megvolt. Hopp, itt egy kicsit csalás van a gitár témában. Ó, átmentünk valami rednek témába. Várja, várja, azt ott nem vettük fel! Oh no! Ezt azt hiszem újra kell majd kezdenünk. Itt valami nem lesz rendben. Ez most már valami country metal. Jeez! Ó, de micsoda kihagyott lubok! Nagyon sokat hagytunk ki. Nagyon-nagyon-nagyon sok lett kihagyva. Oh no! Így ismész még egyszer? Hát lehet, hogy kénytelenek leszünk amúgy. 289. Jaj ne, de mindig ott, mindig az a nagyon pici hiányzik. Oh no! Nem érdekel, megyek még egyszer. Tök tetszett. Menjünk még egyszer, kész. Ennyi, eldöntöttem. Micsoda? Ezt a világot kimentetted a rémálmok izéből? Micsoda? 5 darab Lucky Tick? Wow! Na most aztán kaparunk, de két lábbal. Ráérek? Persze, hát... Hogy ne érnék rá? Hát mire gondolsz? Végre sikerült egy Origins-es pályát nyitnunk, ami elég király. De gyerünk, nyomjuk még, nyomjuk, hát még annyi Lucky Tickitünk van, amennyit nem szégyellünk. Szevasztok, Bladinék, hogy vagytok, mi a helyzet? Mit csináltatok ma? Hú, ez loom, ez 3 darab loom, 500 pontosabban, hogy exaktak legyünk. Wow, 1000 loom. Hát olyan szintekben leszünk mindjárt a championok nyitásával, a hősök nyitásával, hogy nem is igaz. Ez a creature! Tiszta király nyitogatni ebben a játékban, olyan rewardingnak érződik. Hogy vagytok, Bladinék? Köszönöm szépen a raidet, sziasztok, minden szuper! Asztal, még egy creature! És mi van még? Még mindig van egy. Most balról fogom, így. Igen. És ott van még egy pálya, mekkora jóság! A régebbi játékból, ami ezt megelőzően jött ki. Na, nézzük csak meg gyorsan, hogy miféle furcsa dolgokat, creature-öket unlockoltunk. Kaptunk még egy ilyen romlott zöld borsó főzelékre hajazó valamit. Kaptunk még egy egyszemű kétszer sültet, aminek egy egészen nagy ilyen tallérbigyója van. Úgyhogy azt azonnal megyünk és felvesszük. Nézzük, mennyi lum van ebben. Ebben 25 volt, jól számoltam? Szerintem igen, 25 darab lum volt benne. Na nézzük meg már is a hősöket, mert egyébként... Ja nem, majd 15K-nál nézzük meg inkább. Reggel meg volt rádió interjú, aztán bevásárlás, villanyszerelés, ebéd, sütikészítés, nekiálltam streamelni. Na, az nagyon komoly! Hát micsoda program? Na, és mi volt sütöttél? Milyen volt a rádió interjú? Hősök? Azért benézzünk a hősökhöz, ki tudja alapon. Red Globoxot kaptam? Te honnan tudtad? Te honnan, te csaló? Nézzük meg már is, hogy ez milyen. A piros Globox az nagyon jó. De ennek teljesen más lehet az aerodinamikája.
Nem. Rayman nem, Rayman csicska. De amúgy biztos a Rayman a legkirályabb. Biztos, hogy benne a Rayman a leg... Elnézést, gyerekek, ne sírjatok, minden rendben van. Véletlenül mondtam. Tehát Globox a csicska, igen, és akkor a... Hát Rayman a legkirályabb, de mi ezt szeretjük. Puss és csúsz. Na jó, azt még megnézzük. Így? Erre gondoltál? Ó, na hát! Hogy lehet ilyet csinálni? Ez amúgy nem is rossz. És a többivel is lehet ilyet csinálni? Én ezt a múlvat eddig észre sem vettem, hogy van. Ó, várj. De nekem ez jobban tetszik, szerintem ez sokkal jobb. Rémennel meg se nézzük. Na jó, csak a gyerekek miatt. Interjú elég jól sikerült, kb. Mindent tudtam mondani, beszélt technikámban nem voltam teljesen megelégedett. Na miért? Ő meg hason csúszva nyomja. Na, gyerünk gyorsan. Vissza az egész 20 000-nél, unlockoljuk a következő hősünket majd. Teams is in trouble. Én nem bírom ki, hogy egyet kihagyjunk. Ez nagyon rossz érzés, hogy egy ki van maradva. Szerintetek menjünk a Toad Story-ra? Vagy még szedjük össze az utolsót? Szevasz, Billy B, hogy vagy, mi a helyzet? Nevemet sem bírom leírni. Kuvocsi. Kuvocsi. Van? Nézd, itt maradt el egy. Igen, én ezt meg akarom csinálni. Akármilyen szemét és nehéz pálya is volt a mai első, amiben részt vettünk, a királynőt nem lehet elhagyni egyszerűen. Azt nem tehetjük meg magunkkal. A királynő egy nagyon fontos tínszi ebben a világban. Szóval, hogy igen, megnéztem a Wikipédiáját a játéknak, és képzeljétek el, hogy a tínsziket úgy fordították, mint tizenévesek. Szerintetek ezek a tínszik tizenévesek? Fölösleges hangokat... Ja, hogy őzöl? Jó, hát na, hát Istenem. Hát most figyelj, nem lehet... Nem minden nap adsz rádióban interjút azért, tehát érted, hogy mit mondok. És akkor hol lehetett az, amit elmisszeltünk vajon? Ha ezt leengedem és felmá... Nem mászol fel. Hol lehet? Nem lehet, itt balra van valami? Ó, azt a mindenit! Micsoda szerencse! Oké, rotételni kell a wheel-t. Akkor már is vegyük fel. Na hol? Na hát hol? Ha honnan tudtam volna, hogy itt van? Nézd meg, már beszólogatnak. Várj, tegyük így. Tegyük így, igen. Kapjuk el azt ott. Csináld vissza, menjünk balra, és... Ha-ha-ha! Meg is van! És akkor most hozzáadja? Vagy előről meg kell szerezni mindent? Nem, hozzáadta, nézd! És akkor most, hogyha kijövök, akkor az előző 600-valahány az most hozzáadódik? Tehát, hogy nyomhatsz egy olyat, hogy exit level? Fiatalosak, az biztos? Kicsodák. Ja, hogy tínszik. Á, igen. Várod a pizzát? Milyen pizzát fogsz enni? OMG, megálltam leírva, hogy HOTS, vissza kéne szokni rá. Szerettem azt a játékot, egyetlen Blizzard játékot, amit még szerettem is. Hát, figyelj, nagyot mehetett volna. Csak valahogy a mechanikái lassúak voltak egy olyan típusú gamehez talán. Meg az elején szerintem nagyon elrontották. Az elején az nagyon... Hát ott nem volt biztos ugye, hogy mit használj. Hogy mondjam, tehát nem voltak meg a rólok, nem volt egy meta benne. Teljesen random válogatta össze az embereket. És az nem volt túl szerencsés. Tehát nem lehetett egy olyan csapatot összehozni, ami ilyen klasszikus, hogy van benne tank, van benne jungler, van benne egy support karakter, van benne DPS elég, assassin, érted, bármi. Tehát, hogy nem volt meg a meta, és a játékban nem alakult ki ez az egész. És ez szerintem egy szörnyűséges dolog volt. Erre most nem akarsz itt lejönni? Ó, dehogy nem akarsz lejönni, persze. És akkor lumokat kapunk érte. Na, az király. Szóval ott szerintem elég elrontották a HOTS-t, akármennyire is lett volna király. De azt nem lett volna szabad. Valahogy úgy kellett volna szerintem a Blizzardnak ott működnie, hogy ezek a dolgok, ezek már így úgy jöjjenek létre, hogy ki legyen alakítva, tudod. Nagyon egyedi moba volt, nem rontották volna el szarnak, mert szerintem simán lett volna a hely a piacon, mert csak karakterek miatt is. Én tudod, hogy mit imádtam tökre? A három vikinget. Az akkora egy vicces dolog volt a három vikinget irányítani. Mert ugye volt olyan, hogy
egyszerre három objektívet capture-öltem a játékban velük, ami ultra vicces tudott lenni. Aha, igen, a Lost Vikings. Ja, régi játékból. Igen. Na várjál, 262-nél járunk. Azt nézzük meg, hogy... ez így nem lesz jó. Menj vissza, de mégis jó lesz. És ilyenkor, amikor megvan, akkor már csak a teensziket kapod meg érte. De hát így egészen egyszerű összeszedni amúgy a teensziket szerintem. Hogyha most már a lumokból is, vagy mi a teensziből is lumokat kapsz. A lumokat egyszerű összeszedni, na ezt akartam mondani. És akkor itt meg el kell kezdeni sietni, megvan már a 302, már nem kell beszállni semmit. Gyerünk. Vá. Megvan. Mész lefele. Igen, tovább, csikizd meg. És ennyi nagyjából. Ja, de itt 600 kellett, mi? Aha, oké, okay, nem baj. Megoldhatóvá válik. Várj. Az baj. Hát nyilván el kellett volna rontani. Milyen kis síres ez a pályám úgy. Hát most már így sokat szóra, igen. Ma három pályát mentünk, mert mindhárom küldetésemet tudtam teljesíteni egy hőssel, poénos volt. Mi? De melyik játékban? Elnézést, lemaradtam most itt a HOTS-ről is volt. Jó, hogy abban? Sergeant Hammer? Az nem a izé volt? A tankban ülő csávó? Vagy... nem is tudom. Arra már nem is emlékszem, hogy ő melyik karakter, látod. Én Novát szerettem egyébként a legjobban. Csak hát ott is valahogy úgy elveszett az ereje. Azt hiszem, hogy szét lett nerfelve. Kapd el! No! Oké, ez még meg lehet. Meg tudom csinálni. Egyszer már megcsináltam, akkor kétszer is meg tudom csinálni. Nem lesz itt baj? Várj, ott volt lent valami, nézd! Ja nem, tévedtem, nem volt ott semmi, csak úgy nézett ki. Vagy biztos, hogy volt ott? Oda fel kellett volna mennem? Oda fel kellett volna mennem. De lehet ilyet csinálni? Nem, mert túlságosan nagyot rugaszkodik a faltól, ugye? Hát jó, akkor azt ott fent elhagyjuk. De meg lesz-e így még? Lesz-e még elég lehetőségünk? A lumok begyűjtésére. Érem, hogyha ezt elvágod, akkor csak magadat szívatod meg vele? Valószínű, igen. Szuper, nagyon jó. Oda bele. Nem is kell megpiszkálni ezeket, csak tök szimplán. Hallod? Ja, ez még csak a pálya fele, ugye? És akkor innen még lehet szerezgetni. Skip. Mi az az amnubarak? Ja, ott is volt egy lény, igen, ami... Az, amelyik nem is nagyon mászkál, hanem egy helyben állva csinálja a pályákra a durvítót. Mi? Az egyébként egy nagyon kis vicces dolog. De valahogy azt is úgy éreztem, hogy úgy sokat nem érek vele. Meg így bele tud szállni, azt hiszem a haverokba, meg ilyenek voltak benne ott. Wait, várjál! Az baj, az ott baj, igen. Kicsit lehet, hogy hangos. Kicsit lehet, hogy visszabeszik a hangerőből. Szóljátok, hogy nagyon hangos a játék, jó? Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, egyébként nagyon kedves tőletek, és remélem, hogy tetszik nektek is a játszás. Ma azért szignifikánsan kevesebben vagyunk, mint szoktunk lenni, de ez nem szegi kedvünket, hiszen a játék rendkívül király. A kedvünk is jó, és holnap már hétvége van. Most megbántottam? De miért testem le? Nem értem. A StarCraft az mindig, az egy örök klasszikus, igen. Etnies! Nagyon szépen köszönöm neked a 12. Jézusom, egy egész éves Prime-ot. Köszönöm szépen! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a kitartó, hosszadalmas támogatást, és remélem, hogy még sokáig fogok tudni olyan tartalmakkal szolgálni, amik kedvedre lesznek majd. Köszönöm szépen! Hálás köszönetem! Gyerünk óvatosba! És ha minden jól megy, akkor most meg is kell lennie a 600-nak. Na, megcsináltuk a pályát végre.
Jó kis Rayman sosem rossz, hát az biztos is. Még a végén meghozom neked is hozzá kedvedet. Nem, én régen leszoktam már róla. Na, ezzel kimaxoltunk egy pályán. De ilyenkor már nem kapunk ilyen kaparó sors egy őrületet. De nem baj, mert a világ az ki van maxolva. 73 volt benne összesen. Úgyhogy most már húzhatunk visszafelé a következő világba, ami Toad Story névre hallgat, azaz, hogy varangy történet. Szavasz, Tender, mi a helyzet? Mekkora Jazz Jack Rabbit kettő feelinget idéz elő gyerekkoromból? Hát, látod, az nekem mindig kimaradt, mert nekem nem volt még olyan gépem, ami azt futtatta volna. Amikor meglett, akkor meg a játék nem volt meg már. Toad Story következik, a második világ a játékban. Nem tudom pontosan, 72 volt egyet kikapartál. Igazad van, Ugre, igazad van. Tehát, hogy nem tudom, hogy hány világ van benne, de vagy 120 pálya biztos, hogy van a játékban. Úgyhogy azért el fogunk tudni szórakozni ezzel bőséggel. Nézd, ahogy fújja a kis szoknyáját, vagy nem tudom, talárját a szél. Ez akkora király. Imádom ezt a karaktert. Szerintem rohadt menő. Ó, ne, és most felfele kell szállnom? Ezt elrontottam egy picit. És hogyha totálisan felszállna? Aha, nem kell itt totál. Ez nagyon érdekes új mechanika, mert ezek szerint akkor most azon kell majd szórakozni, hogy hogyan szálljunk fel. Mindenhova is. Várj! Nincs semmi. Kicsit Mad Max-es. Nem. Olyan inkább, mint a Gyűrűk Urában a holtláp. Szerintem sokkal inkább olyan. Ott ugrott egy döglött hal, láttátok? Ott mi van fent? Az mi az? Várj, menjünk csak fel rá. Semmi. Ott van ajándék. Á, lumokat talál. Hó, várj! És melyiket szeded össze először, ugye? Na ez mondjuk egy kicsit nehézkes így, hogy a mozgás közben kell begyűjteni mindent is. És ha lemennék ide... Ó, nézd, itt van valami, amit... Nice! És ezzel szereztünk egy szívet. És itt mi van balra? Semmi. 58-unk van, pedig sokkal többet szedhettünk volna már össze eddig. Szomorú lesz a világ mindjárt. Várja, megvan. Ó, fordítva. Itt is kihagytunk egyet. Hát az előbb meg sokkal többet. No, mindegy, nem baj. Nem tudom, hogy mennyit lehet összesen összeszedni, de... de nézd meg, a másodikat szeri össze! No! Nagyon béna vagyok. Bocsánatot kérek érte. És hogyha beugrok ide a vízbe... Ó, lehet a vízben nyomulni. Nézd csak! Itt van egy puki gomba. Ó, egy titkos dolog! Be lehetett menni a vízbe, ez tök jó. És akkor most itt megindulunk, figyeld. Nagyon menő, nagyon király. Ez most visszavisz teljesen? Aha, és akkor mindig előről kezdett, hogyha béna vagy. Jó. Na, ne, kimaradt egy, várj! Ó, visszamehettem volna értük amúgy. Nem baj, a király megvan, az is fontos amúgy, úgyhogy... Nem lesz itt nagy baj. Reménykedünk benne, hogy az összes lumpsi, tinsi, valami lumi össze lesz szedve azért, ami az aranyhoz szükséges, bár most már kezdem egy kicsit elveszteni a hitem így magamban. Persze lehetne mondani, hogy így magadban, te hitvány szar, de... Várjál, itt lent? Jó, nem baj, a második az megvan, de lumokat akarok. Hello, a gyökereddel nem mennél odébb? Nem jó ez. Nem jó ez, semmiképpen nem jó, menjünk vissza. Lehet, hogy ott fent hagytuk a megoldást. Itt ez, nézd csak. Ó, hát persze, hogy elrontottam kapásból. Szerintem így nem lehet megszerezni, hogyha elrontod a dilákokat. Tehát mindenféleképpen azzal együtt van meg szerintem az aranyszint. Egyébként meg csicska leszel. Sokkal több kellett van a dilákból. Sőt, lehet, hogy még egy bónuszt is ad, hogyha mindegyiket a lilákkal szered össze, nem? Ó, várj. Oké, tovább, gyerünk. Tetszik ez a világ, nagyon ötletes szerintem. Micsoda, a kameramódba be akar rakatni? Nem megyek be kamera, hagyjál békén engem. És hogyha itt most leesnék, akkor mi történne? Várjál, a kis lila bigyókat szedjük össze. Istenem, túlnyomja. Még az irányítás nincs meg annyira a mancsomban, mint szerettem volna, hogy legyen. Na várjál, átmegyünk ide balra. Jó, ez mindenképpen megmar. Ez nem az én barátom, az a lény. Nagyon szereted a Rayman grafikáját? Az azért lehet, mert nagyon király.
Igazán egyedi darab. Ne ér hozzá! És mérges vagyok. Jó, megnézzük, hogy mennyit tudunk összeszedni úgy, hogy szarok vagyunk. Aztán majd megnézzük úgy is egyszer, hogyha jók leszünk már, jó? Szevasz! Benő, hogy vagy, mi a helyzet? Nyomjuk már is tovább, ott nem lehet felmenni? Várjál! Hiszen ezek lépcsőt állítanak nekünk, de mihez? Miért alapvetően oda nem tudnék felmenni, vagy hogy gondolja ezt? Várjál! Nézzük meg, hogy mi lenne, hogyha itt nyomnánk egyet. Oké, ott is megy egy kis lumpsi, tínszi valami. Hát és a végén, hát ezt is képes vagyok elrontani még. Hú, az majdnem ránk martam úgy. Itt balra tutira van valami. Persze, hogy van. Nagy királyság. Már mindegy. Micsoda? Nézd, ott van egy focilabda. Ó, azt hiszem, hogy rosszul csinálok valami. Wow! Micsoda megoldások! Csak itt nálunk a twitch.tv.mókáson. Na, 375 már is van. 380 kapásból, és eddig megvan minden tinszi-nunszi valami. Itt voltak azok az alulkapósok, igen. Várj, ezekben bent nem lehet ugrándozni? Tehát, hogyha azt mondanád, hogy nem. Jó. Oké, alul van rengeteg lumi. Szedjük össze már is őket gyorsan. Vízbe nem akarok ott bemenni. Itt meg nem kell átmennünk. Jó, oké. Vigyázzunk, mert ez olyan tüskés, hogyha egyszer ránk mar, akkor valószínűleg még az édesanyánk se szedik ki a tüskéket a talpunkból. Á, te hülye, hát most... De most hova mentek azok a bigyók? Várjál, óvatosan nyomjuk. És meg is van. Nem nehéz ez. Ez még csak a level 1 egyébként. Ettől még sokkal nehezebbek lesznek. Gyerünk utánuk. Nyomjuk. Igen, nagyon menő, nagyon király. Szevasz Blade, hogy vagy, mi a helyzet? Titokban profi focista vagyok? Ó, hogy ne? Ne tudd meg. Ott valamik esnek lefele, látom. Hú, na hát. Nagyon jó, 500 megvan, már csak 100-at kellene összeszednünk. Ott nyomott egy puki gombát valami. Várj, te ne hajj meg, mert nekem kell, hogy elpusztítsalak. Oké, eddig jó, 515. Ott is van egy tinszi lumpsi. Gyere ide. Oké, 545. Áh! Várjál, egyet elhagytunk, az nem lehet, hogy egyet elhagytunk. Menjünk vissza. De hiszen ez a következő volt már. Hol lehetett az, amit elhagytam? Jaj, ne. Ez nem lehet. Így nem lehet végigjátszani. Azonnal húzzunk lefele. Ott, nézd csak! Jaj, de cseles! Ez azt igen, haver. Már majdnem átvertek. Már mindegy. De mi? Mi most az volt, ja, hogy ezt akartátok mondani, hogy ott hagytam valamit, és aztán már mindegy volt. Ha-ha, hát természetesen korrigáltam még idejében. Nem vagyok ám csicska. Jó, ott mindenki megpurcan, 585, gyerünk szépen, 595, és itt van már a 600. Ez bizony egy maxosra teljesített szint, és a maradék most már csak ráadás számba megy, ha csak ez a pálya nem mondjuk 800-as vagy 1000-es, vagy ki tudja, hogy mennyit lehet itt összeszedni. Azért az 1 millió az elég HC, az egy nagyon nagy szám, hogyha valaki megpróbál elszámolni 1 millióig, az elég komoly arc. Na, hát azért nem volt ez rossz. Megint egy 10-zel nőtt a szám, nem az enyém. Királyság! A Rayman király, hát még jó, hogy király. Az egyik legkirályabb platformer ever. Egyébként ennek szerintem a látványvilága... igen, tudom, hogy az Ori az olyan, hogy leírhatatlan, a legszebb, legcsodálatosabb és stb. De szerintem, hogyha az Ori a 10-es, akkor ez a 9-es. Mindenféleképpen. Gratulálok! Elérted a 4. szintű Isten királyságot. Wow!
Őrület! És hogyha most egy Lucky Ticket nyitnék, akkor mi történne? 500 lumot kérek szépen. Nem, kaptam egy teensit. Hát amúgy az se rossz. Most már van 84. Hát jó, de most én egy teensit akartam volna. Várj! Nem, lumot akartam volna, és egy teensit kaptam. Akkor mindegy. Igen, vigyázz, hogy mit kívánsz, mert a végén még megkapod. Ez most így élesbe, ugye? Megvillant. Na jó, a következő pályánk. A furcsák szele. Az úgy csektájékról ered, nem? Várjál, itt le lehet ugrani balra? Nem. Rányom, mi? Lányom meghallotta a Raymond, kiült velem nézni. Hány éves? Bocsánat, csak hogy tudjam, hogy miket, milyen szavakat használható. Nehogy neked kelljen magyarázkodni, hogy mit jelent az, hogy pénisz, meg ilyen dolgok. Gyerünk. Ott fent, nézd csak, oda fel lehet ugrani? De akkor így kell felugrani, nem? És akkor összevered, és wow, ott volt az első eldugva. Na hát, látod, hogy izé, meglendítette a kardja? Ja, hogy innen is fel lehetett volna menni? Ó, mindent értek. 5 éves? Nem ismeri a szavakat így nyugodtan. Sajnos ismeri a szavak. Ja, hogy értem. Jó, nem értettem, mondom. 5 évesen már ismeri szokták a szavakat a gyerekek. Már meglepődtem volna, hogy mi történik. Hát igen, azért a tévé és a média, hát olyan dolgokat mondanak ezek a streamerek, hát gusztustalan, ahogy tudnak beszélni. Szúrd meg a szemét, vagy valamit csinálj vele, és akkor fel lehet ott menni. Wow. Igen. Hát a gyerek odaül, érted, a Teach világa elé, és akkor nem lehet csodálkozni egyszerűen, hogy ez mi lesz ebből? Hogy a rosszat eltanulják. Oh, hello! De jó, hogy te ott vagy! És nézd, oda is lehet nyomni ilyen. Ez tökre tetszik ez a pálya, ez nagyon ötletes, de én most elmegyek innen vissza. Raymond simán végig tolja? Mi? Az hogy történt? Egyet pislantottam és már megtörtént a baj. Mondjuk a gyerekekkel is általában így szokott ez lenni. Az ember egyet pislant és már kész a baj. Milyen fura hangod van neked? Biztos, hogy jól van a gyomrod amúgy? Várj, ott nem lehet, hogy átjössz és... Oh. Nem egészen így gondoltam. Azt akarom meg... Oh. Ez minden szempontból hátrányos most nekem. Várjál. Igen. Itt akarok felmászni annak a tetejére. Olyat lehet? Hopp. Na ugye, hogy lehet? Na, ó. Oh. Hát ez itt nem... Várjál. De, várj! Jó, igen, oda és... Oh, hát ott nincs ott semmi. Jó, de meg kellett néznem. Lehetett volna sokkal rosszabb is. Például, hogyha meghalunk 3-szor. Oh, wait. Na, hát akkor egyébként szeretettel üdvözöljük Kucsi Hasinak kislányát. Reméljük, hogy tetszeni fog neked a moka és a kacagás. Itt nálunk egy elképesztően király kis játékban, ami szerintem kicsiknek, nagyoknak egyaránt kiváló kis szórakozás, kaland és hát szívás is egyben. Oda menjünk csak át. Igen, és akkor oda bevitorlázhatnék, ugye? Ó, hát ez nem szép dolog. Várjál. Hát nem egészen így képzeltem ezt, de semmi baj. Na, még egyszer. Wow. Na, ez az. Na, ott van ám a titkos bejárat. Azt mondta, hogy köszönöm szépen. Aranyos lehet. Most ezt át lehet rendezni? De micsoda logikai kitaláció volt ez. Láttátok hirtelen? Azt sem tudtam, hogy mit kell csinálni, úgyhogy random megcsináltam. Visszamenjél, mondja a Folti. Miért? Ó, oh, azt hiszem elhagytam 2-t. Ez nem jó. Ez nem szabályos. Most mit kéne tennem? Szerintem mindenféleképpen nem lesz az így jó. Elnézést, ezt nem lehet így csinálni. Hát ez így... Hát, hogy azt a 2-t hol hagyhattuk el? Azt tudom, hogy itt feljöttem. Itt azt, amelyiket verdesték a földhöz, azt megcsináltuk. Oh, wait! No! Na, várjál. Itt még van lehetőség korrigálni. Lehet, hogy úgy kell csinálni, hogy... Menjél rá! Jó, oké. És akkor itt leugorva.
Ez mi volt ez a hang? Hallottátok ti is? Nem hiszem, hogy az ég dörgött. Ez olyan volt, mint hogyha valami... Nem tudom. Mint ha valami lezuhant volna. Ti is hallottátok ezt a hangot Pest megyében? Hol lehetett elhagyni azt a furcsa dolgot? Volt kettő is. Az ég dörgött. Na hát az azt igen. Nem hiszem, hogy... Várj. Valamit itt csinálni kéne. Fent itt nincs semmi. Itt, hogyha ugrálsz, akkor nincs itt semmi. Hol hagytam el? De hát itt már megtörtént az elhagyás. Csak a fejedben van? Nem. Fülesen kívül hallottam. Folti, te is hallottad? Valami csel történt. És ezt arrébb rakod? Nem, ne rakd inkább odébb. Leesni itt nem hiszem, hogy le kell. Az oké, hogy ez megvan. Ez volt a második számú. Oké, azt ott hagytuk. Jó, akkor haladhatunk tovább. Az a szívó mozdulatokkal mahinál. És... Még meg is lepődtem rajta. Igen. Közben feltűnt nekem is, hogy hol volt a kihagyás. Jó, ezt megvertük. Ez a harmadik, de hát ez a múltkor is meglett, nem? És akkor itt meg csak átmegyünk teljesen szimplán, ezzel lesz meg a királybigyó. Jó, itt ahogy azt bemutattuk a múltkor, 2, 3, oda, fel, vissza, gyönyörű, kész. Ez a 205, az ilyen királybigyók, ezek 25 lumit érnek. Azért a 25 lumi az már rögtön, ha belegondoltok, majdhogy nem, 0,48%-a a teljes összegyűjtőnek. Összegyűjthetőnek. Hú, hogyha valaki kiszámolja, szerintem megcsókolom a talpát. Á, wait, ne! Hát ez egészen szerencsés volt, hogy arra mentem. Gyerünk. Jó, igen, innen menjünk. Ez az, jó, és... Nem jó ez így, nem jó. Valamit el fogunk megint hagyni. Elhiszitek, hogy valamit el fogok hagyni? Na most hánynál állunk jelenleg? A negyedik hiányzik, ugye? Tehát akkor a... Nem lehet itt feljebb menni? Várj, és hogyha onnan próbálnék meg. Egyet kihagytam. Na most egyet kihagytam, vagy nem hiányzik? Döntsétek el. Én nem látom. Ti látjátok? Itt hallok egyet valahol. Ott van egy jobbra. Na jó, ami jobbra van, az majd elmagyarázza nekünk, hogy... Elhagytuk-e vagy sem. Nem, megvan mind, látjátok? Minden megvan. Tökéletesen haladunk. Minden csodálatos. Az most beszip... de hogy becuppantam, hallod? Júj, hát ilyen becuppanások már nagyon régóta nem voltak. Na várjál. Itt ez. Igen, megvakarod a szemét, jó, és... Beleszippancs, várj! Akkor most megyek és leesek. Ne szip... És még pukizik egyet, hallottátok? Szörnyű pukizásokban van ez a... De ne szippancs már be, hát de most miért csinálod ezt velem? Hát ez azt igen. Várjál. Megbántott a szemével. Azt akarom összeszedni, és csak így paf! Puff, kész. Ennyi, hát egyből megvan a 300 mindjárt. És akkor itt nyomsz egy ilyet. Beszoppant, így van, és már nyomod. És már gyönyörűen haladsz. Na, erre hogyha itt rávetődnél. Igen, akkor áthelyezed magad. Jó, igen, és kész. És csodálatos. Mi van, csikis vagy? Ha-ha-ha! Jó, azt tegyük át odébb. Ez egészen ötletes kis pálya azért, meg kell, hogy mondjam. Nagyon jó. És mi történne, hogyha elmennék most itt balra? Nem, itt le van zárva minden. Nem engednek minket csak úgy tovább ott arra. Azt... Jaj, szegény. Hey! Hú, de felfújt, láttátok? Majdnem baj lett ebből a próbálkozásból. De hogyha így megölöm, akkor sokkal többet kapunk érte, nem? Tehát nem kell nekem mindig elengednem őket. Ja, valószínűleg ez lesz az egyszerűbb út. Oké, eddig szuperül haladunk. És hogyha itt felszállnék... Kiestem a pályáról, vagy mi történt?
Ez nagyon furcsa volt. Senki nem gondolta volna, hogy ilyet lehet, de szerintem eltörtem a játékot egy pillanatra. Láttátok? Nem mindig adja sorrendben a királynővel. Ah, persze. Mindent értek. Kucsi Asina, te mennyi időt öltél bele ebbe a játékba, ami kiplatináztad? És Ogre, neked mennyi időt volt benne? Oké, ezekből is kapunk jócskán. Sokat fog ám érni ez a 15. Túl sokat, azt mondja. És miért baj az, hogyha jól szórakoztál gyereknevelés közben ráadásul? A királynőt nem találtuk meg. Ebben még akár baj is lehet. Hogy lesz ez? Várjál, oda nem kéne felmennem. Lehet, hogy itt lesz a királynőn és csak... Á, nem, itt egy pénzérmét dugtak csak el. Én szerintem nem találtam meg egy nagyon fontos részét a játéknak. Méghozzá a királynő. Á! Megint innen kezdem, ez nagyon gonosz. Ez nagyon-nagyon ultra gonosz dolog. Remélem nem felejtettem el beköszönni. Lörkrök még nektek, jó játszit. Köszi, Giver, nagyon kedves tőled. Mi a helyzet, hogy van? Ja, semmi. Akkor jó lörkrést. Á! Oké. Lassan, óvatosba. Ugye azért nem egyszerű itt az irányítás, de analóggal jó nagy mozdulatokat kell tenned, hogy jobbra-balra vitorlázgass. Hát felfújja a skót szoknyámat a szél. Gyakorlatilag az arcomban van. Hát a utoljára ilyet a 60-as években Marilyn Monroe-nál lehetett látni, ugye? Csak neki valahogy egy kicsit jobban állt, mint ennek a furcsa mágus szörmedvénynek. Szegény Monroe is pedig, micsoda csinos nő volt ő egyébként. Jó, most akkor azt nyom meg, és hogyha azt megnyomtad, akkor csak szálljál fel, úgy kész. Várj, még egyszer. Oké, az fel van véve, akkor csúszunk le. Akkor most menjünk át. És akkor most menjünk... Oh, Istenem, de jó lett volna pedig, ha szépen csináltuk volna meg. Hiába. Ez nem úgy jött össze, ahogy én szerettem volna. Most ott a hihetetlen szívó hatás... Átvisz minket oda. Szárnatottam, gyere hozz vissza, kérlek. Ott balra át kell, hogy menjünk. De előbb a lumik, ugye? Igen. Nagyon jól haladunk. Jó, és akkor most mehetünk vissza. És nézzük meg, hogy itt mi van. 507. Wow! Megvan a királynő! Szerintem meg tudjuk csinálni. Ezt tutira itt lesz eldugva. Rotétálni kell a wheeleket, hogy egy kicsit könnyebb legyen a szituáció. Az egyikből való áthaladás a másikba. Ez így nem könnyű. Nem jó ez így. Na várj. Hát ez így nem nagyon jó amúgy. Jó, és mi lenne, ha úgy csinálnád, hogy rá és így le. Oh, wow, Na, erre senki nem gondol. Ezt még azt sem tudom, hogy hogy csináltam meg. De meg lett az a lényeg. Ez most a királynő volt? Hát igen. Vagy itt mind a kettő olyan koronás. A királynő is, meg a király is nagyjából hasonló koronákkal rendelkezik. Vagy, hát nem a koronájuk az más, a kinézetük a hasonló. Nehéz megállapítani, hogy most melyik a lány, melyik a fiú, ugye már. A legszemfülesebb kisgyerek sem tudná szerintem felfedezni ezt a furcsaságot. Mi? Az ott mi? Az ott ugrál az egyik olyan kis bigyón. Azonnal menjünk oda és verjük össze. Egy kis gonosz, oda nézzenek. Hát olyan csicskitót kapott. Rányomtuk az arcára, beleléptünk a lábunkkal. Jó, oké, és akkor most már csak a 600-at kell összeszedni, már csak 6 darab hiányzik. És kész, a pálya teljesítve. Hihetetlen eredményeket írtunk le. A platina. Mekkora mentés. Te ne menj bele. Jaj, ne. Nem baj, most már belement. Itt már vége kell, hogy szakadjon a munkának és kacagásnak, hiszen 651 gyűjtöttünk össze, meg még a teljes izét. Jó van, tudom, hogy lassú voltam, de legalább alapos. Na most figyelj, vagy végig szaladok rajta, és akkor nem szedünk össze mindent, tudod, vagy alaposan összeszedünk mindent is. Szavasz, Toilet Killer Hun, mi a helyzet, hogy vagy? Jó sok lumot kaptunk egyébként, igen, ez a 650 szerintem egészen kielégítő mértékben járult hozzá, ahhoz a millióhoz, amit gyűjtenünk kellene egyébként. 94 darab teensync van a 700-ból, azért
két epizód alatt nem állunk, szerintem ezzel sem rosszul, hogy ilyen sokat összeszedtünk már. Azonnal kaparni akarok, de durván. És akkor, hogyha így most fent csinálnánk, így... Yay! Mondták a többiek. Ez valami creature. Wow! Wow! Na jó, csináljuk így. Most a teljes le lett takarítva, láttátok? Lekapartuk az egészet. Milyen lényt kaptunk? Ez egy bobosz. Egy igazi boboszt kaptam. Oh, wow! De hiszen ez egy egyszerű barack. Furcsa egy lény, de azért kedveljük, megtartjuk. Akkor... Aha, ez a balloons. Erről meg nem tudunk semmit. Itt lufik vannak. Itt pirítósok vannak. Itt kísértetek vannak, itt meg nem tudjuk, hogy kik laknak. Akkor megyünk már is, és elhagyjuk ezt a helyet. A Globteen mi volt ott? Milyen Globteen? Ezek kacsák? Aranyanyám, hallod, ez a csoki már nem szűz. Ezek békák, bocsánat, varangyó. Nem tudom, mi ez a Globteen. Bőröndben. Új hírót mentettünk meg, azt mondja. Látod? Ő az a Globteen ott jobbra. Ó, na hát, te egész menőn nézel ki. Szóval, hogy ez egy olyan tinszi, ami imádja Globoxot eléggé annyira, hogy úgy is öltözzön, és úgy fesse ki magát, mint ahogy ő. Na, Ogre, mit szólsz? Ez a középút. Helyes? Ez szerintem megint egy Rayman karakter, ez megint egy Globox lesz. Ez pedig valami király mágus lehet, vagy nem tudom. 55 ezer pár, ez nem igazán úgy öltözik. Ez lesz a mágus inkább. Akkor ez ki lehet vajon? Olyan csápjai vannak meg minden. Fú, itt lesznek azért komolyságok még. Az biztos is. Azonnal menjünk tovább a következő szintre. A kihívásokban most nem merészkedünk be. Inkább megyünk tovább a Toad Story-ban. Szevasz, Banderas, mi a helyzet? Hogy vagy? A harmadik pályára megyünk tehát, ami úgy látszik, hogy Aurora megmentésére fog fókuszálni. Aurora pedig nem más, mint egy barbár hercegnő vagy királynő, azt pontosan nem tudom, hogy micsoda. 600 láb mélyen szól a pálya címe. 3 darab tinszit kell kimentenünk, ráadásul még pluszban. Meglátjuk, mennyire sikerül. A levegőben tartsa a glájdolást. Jó. Ez gyorsan fog. Gyors zuhanás lesz ebből, én úgy érzem. Ez baj. Ez még nagyobb baj. Előre. Elnézést, elrontottam, mindenféleképpen el van rontva az. Na még egyszer. Hát de itt nem lehet olyan gyorsan zuhanni. Sokkal óvatosabban kellene megcsinálni. Hopp. Oké, és akkor ott az... De nem tudod összeszedni mindet. Hát csalás. Jaj, ne. Jaj, egy csomót elvesztettél. No. Jaj, ne. Most megnyomtad a szupergombot, amit az... te hülye, állj meg. No. Nem, mi baj. Nyomtunk egy pukit. Kezdjük előről inkább. Ez egy nehéz pálya lesz. Hát hallod, leestünk 600 láb mélyre. Hát a pokol fentebb volt. Várj, ne menj el! Oké, lassan. Tökéletesen szedjük össze. Az összes... az el lett rontva már megint. Figyelj, mert most itt egymás keresztezik a sugarai. De nem lehet ilyen gyorsan reagálni! Hát nem lehet megállapítani, hogy... nagyon rossz. Vannak bajok, azt hiszem. Ez nem így, nem lesz jó. Csúsz le, igen, megvan. Oké, hihetetlen ugrások. Állj, ne menj el! Elment a teensing. Igen, tehát így csinálsz egy ilyen hihetetlen mozdulatot, és akkor elengeded magad. De ki se jöttek még. Most jól csináltuk, de mégsem csináltuk jól, ugye? Ki sem jöttek ott még a lumék, hát így nem lehet. Várjál, itt rázáródik a... Ez baj, én mondom nektek, ez nem lesz szép. Eredményeket tekintve, ez szerintem eléggé rossz lesz. Istenem, nagyon sokat elhagyok. Lassítsunk le, mert máskülönben nem lehet megcsinálni. Hát ez nagyon kevés volt. Ha csak nem 150-es a pálya. Na várjál, nézzük meg.
254-et kaptunk, és... Ez baj. De nem baj, mert most már legalább meg lesz, tehát hogy a extra izéket fogunk kimenteni majd, a, tudjátok. Most megkaptuk őt, aki Aurora névre hallgat, de hát itt nem lehet menni tovább. Ezt én azonnal újra akarom csinálni, mert nagyon rövid egyébként, csak ügyesen kell glide-olni. Na még egyszer. Extra lumikat fogunk kapni most már a Teensigből. Nem baj, amennyit tudunk, annyit összeszedünk. Senkit nem érdekel. Engem nem fogtok itt megcsicskítani. Meg tudom csinálni. Daj, de szép! Engedd el! Jaj, de jó lett volna, hogy... Ó, oh, nézd, ezek utánat szállnak. Gyerünk jobbra. Gyönyörű haver. És akkor nézd. Ó, oh, el van rontva, de nem baj, talán még mindig jobbak vagyunk, mint előbb voltunk. Igen, felugrasz. Jó, nem baj. A lényeg. Na, itt most egy kicsit várni kell, mert itt nem kapod meg mindet, hogyha csicska módon... Jó, az nem érdekel, az elment. Hú, várj, viszket az arcom. Ó! Oh. Nem baj, kibírjuk. Ott megy tovább. Engedd el. Elmentek! No. Ez nagyon nehéz. Ah, még egyebe ott belekapaszkodtam. Ó, oh, de ez meg még rosszabb volt. Oké, óvatosba. Menj át. Jó, oké, 244. Bár is jobban állunk, mint előbb álltunk. Oké, 258 és kevés. Hát ez nagyon nehéz. Hogy csináld ezt meg? 283. Hát most már jobb lett amúgy, mint előbb volt. Szignifikánsan emelkedik a jóság mértéke, de a 300-at kihozni ebből azért nem lesz olyan egyszerű. Szevasz Kergen, marha kecske, jó éjszakát, jó pihenés neked. Még ezeket is össze kellett volna kapdosni, igaz? Aha, igen. Jó, most visszamegyünk balra. Most kijövünk jobbra. Most elengedjük. Engedd el lefele. Csodálatos. Oh. Ott azt nem szabad úgy csinálni. Megint tanultam valamit. Semmi baj. Tovább. Ez az. Jaj, de szép volt. Na ez az első szép próbálkozás. Itt az elejét tekintve legalábbis. Hogyha összeszednénk az összes ilyen kis csicskát. Oké, ez nem baj. Egyet elmisszeltünk, tehát egy darab ment ki eddig a levesbe. Vajon hány van összesen? Azért azt sem lenne rossz megtudni, hogy hányat lehet összesen összekapdosni. Mert akkor azzal lehetne kalkulálni, ugye? Itt el kellett volna engednem, ugye? Igen, de akkor nem látnánk kijönni ezt a sokat, ami itt van. Jaj, de szép volt! Jaj, de elmisszeltük azt ott, nem baj? Ereszkedj! És elszállnak balra! No! Az nem elég jó. Az nem volt elég jó, szerintem. Elbénáztam. Elbaltáztam. Ez szerintem kevés lesz. És ezt is elbaltáztam. 280. Várjál, meg lehet! Még meg lehet! De hiszen meg lesz! Ott is van a 297, és a vége behozza. A vége be fogja hozni, meg vagyunk. Hú, hát azért kellett a taps, köszönöm szépen. A gyerekek kivágták. Nehéz volt, de azért együttes erővel a fészkórus ezt is össze tudta pakolni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a közre működését, és nagyon kedvesek vagytok. Azonnal mehetünk a következő pályára. Hát na, ha meg kellett küzdeni érte, hát... Na, hát mondjuk ki az igazságot. Oké, van egy kastély a felhők között, azonnal látni akarom. 9 óra 31 perc van. Ezzel a játékkal nem lehet betelni egyébként. Akarod a következő szinteket belőle, akarod őket. Itt fent is van ilyen összeszedhető amúgy. Oda fel lehetett volna menni, csukam. Ezek tuti visszaszállnak egy idő után. Oké, az 15 darab Teensilumci. Ó, egy titkos pá... Na hát, én mondtam, hogy meg lesz. És akkor itt szállnak a... Igen, de ezeket össze kellene csicskítani, nem? Igen, szerintem jobban jártunk volna, mert több izét kaptunk volna belőlük, hogyha össze... Ó, ezt nem így akartam. Ez baj. Nem baj, ez is valami. Haladunk, jó lesz ebből még. Valami jót ki fogunk belehozni. Hát az egyik meglett, de nem így kellett volna. Adsz egy marék 20-ast hozzá? Hová? Ősöreg játéktermi gépen lévő platformer játékot kijátszanál? Nem. Nem, de... Mi, 20-as? Tehát van neked otthon ilyened, és 20-assal működik?
Emlékszem, az még a régi időkben is, amikor én gyerek voltam, még akkor is 50-esekkel működött, és akkor sok pénz volt egy 50-es ám egy gyerek szemében. Hát ne viccelj, már 25 forint volt a turborágó. Ó, jaj. Akkor ez a király megvan, ott pörögnek alul a lumik. De hát Folti, hát vedd fel, de vedd, játsz végig, vedd fel. Mindenféleképpen tedd fel a tetszőre, hát kuriózum számba megy. Megvan tehát az első Teen Sync. Erre ráugrunk, mert gonosz volt. Gonoszan nézett, a járása is olyan volt, ami nem tetszett nagyon. Itt nem merek leesni, de ki tudja, lehet, hogy le kellett volna. Szépen lassan megfontolva haladjunk előre. Fúj a szél fölfelé. Itt, hogyha leengeded magad, akkor... éppen, hogy meg lett mentve. Oké, nem volt éppen egyszerű, de mindenféleképpen szép volt. Ott fent van valaki, aki be van ragadva, látjátok? Nem tudom, hogy most tovább kellene elmennünk, vagy... Várj! Nem, én ott balra a bepukizó gombához oda akarok menni. A gomba, ami olyat pukizik, hogy aztán attól... még a lélegzeted is eláll. Nem jó, hát semmire kellő gomba volt ez, semmire nem volt ez való. Hát engem szerintem rászedtek. Teljesen elhittem, hogy itt majd olyan lesz. De nem olyan volt. Új 20-astól miért nem eszi meg? Az érdekes. És akkor van egy marék régi 20-asod, és akkor mindig kiszedegetett belőle. Azért van ebben is fun faktor. Itt lent? Nem. Nope. Legalábbis nem hiszem, hogy oda eldugtak volna valami. Nagyon keresgélni kell és lassan haladni előre. Pedig úgy egyébként itt lehetne szaladni is. Várjál, oda be... Oda egy kicsit necces lesz a bejövő. Jaj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 
be lehet menni? És csak? Nem. Oda nem lehet bemenni. Itt is van egy Fluffy. Gyere, gyere! Hello, hello! Ez a hármas számú, akkor jól haladunk. Ez itt kicsoda? Jó, az ott semmi nem volt. Ezt csikizni kellene, de nem lehet. Ez csak annyi volt, hogy kaptunk bele a zsetont. Aha. Nem, ott csak izé van, nézd meg. Aha. Azt összeszedjük, mert ebből lesz a Tinsilumsi. És ott is van. Elképesztő sebességgel. Kell körbe menni. Oké, nagyon szépen haladunk. Na ebből lesz meg a 600 egyébként. Ha másból nem, ebből fix. Hát ezt elrontott. Akkor nem lesz meg. Na mindegy. 300-at már összekapartunk. Kapáltunk. Ott a távolban valaki nagyon verdes valamit. Látjátok? Ott összeveri. De itt lent is van valami, ami ránk vár. Szevasz Floppy, hogy vagy? Mi a helyzet? Megvan a negyedik. Ott a távolban van. Én innen látom, hogy ott van. Hát az a hely, az oda át kell, hogy menjek valahogy. Aha, látom már a lehetőséget. Adott a lehetőség, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Várjál, itt van lent. Igen, ő volt az. Hú, most majdnem oda csukott azért. Oké, és akkor most meg kell találnunk majd a király. De hogy mész oda fel? A másik oldalról? Várjál, nem így. Oké, ez egész jól jött ki. Sikeresen teljesítettük a kihívást. És most itt jobbra. Oké, lehetett volna ebből is. Nézd, az a picsoda az ott, az a lyuk. Hú, haver, wow, itt is volt egy titkos mikkentyű. Oké, a királynőt nem tudjuk, hogy hol hagytuk el. Ti tudjátok, hogy hol hagytam el? Lehet, hogy majd még itt visszább lesz. Vagy előrébb, lehet, hogy még előrébb lesz. Szevasz, Mestuner, hogy vagy, mi a helyzet? Próbálkozzunk, királynő megvan, a király nincs meg még. Nem, mert a... Nem, a király a bal oldali. És akkor a királynőnek van. Olyan csúcsos, hát mint a sakkban, tudod? A sakkban is a királynőnek van olyan... olyan koronája... Ó, itt van, megtaláltam. Ami csúcsos, a másiknak meg olyan befelé ível. Jaj, úristen, itt fújja a szél ezeket a piranyákat. Akkor most engem is körbe fog fújni? Várj, de hát hogyha ez szembe jön, akkor ha körbe-körbe örvénylik, ez de menő, akkor nekem elég csak idáig eljönnem, nem? És akkor itt lesz valahol. Aha. Én már érzem az előre haladást. Fluffy, szevasz, mi a helyzet?
Nem mindig, nem mindig a királynőben... Ah, igen, igen. Igen, tehát a király van balra és a királynő... Igen, igen, én is... Pont ezt mondtam én is szerintem is. Nem veszünk ezen össze. Nem pont fordítva? Aha. Hogyha megnézed, balról jobbra haladva van négy kicsi, utána jön a király, aztán a királynő, és utána még van négy kicsi. Azért van ez így, mert a királynőnek csúcsos sakkbábú koronája van, és a királynak pedig hát ilyen... Hogyha a királynő a konvex, akkor a király a konkáv. Fluffy! Mondta szegény! Nem teljesen tudta, hogy mi van, szerintem már kifújta a szél a szemét konkrétan szegénynek. Azt sem tudta, hogy hogyan nyögjön ott örömében, vagy féltében, nem tudta megállapítani, hogy érzi magát. Királynak a sakban is kereszt van a fején. Igen, tehát egy konkáv, és akkor van egy kereszt. Így van. Párszor végig nyomtam. Na jó, de sakkoztál te már? Hát egy sakkbábút nem lehet elmisszelni. Hát a sakkbábú az egyértelműen megmondja az irányelveket. Szevasz, Snowman, hogy vagy, mi a helyzet? Várjál, most mehetnénk jobbra is. De az a baj, hogy én felfelé is akarok menni. Meg akarom nézni, hogy ott mi van. Ezen a részen. Ja, semmi. És itt a másik oldalon. Az sem nagyon érdekes nekünk. Jó, akkor maradunk ennél a megoldásnál. 546. Nem szabad még, hogy vége legyen. Muszáj, hogy még gyűjtsünk valamit. Hó, az ott jön! De miért? Ó, de nagyon bántanak. Normális vagy. Hát a benő mindent a gaz. Újra. Várjatok, mert kaptunk egy üzenetet Kutyasinától, meg kell nézni hihetetlen módokon a google.com per search-ot. Igen, 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 igen. Ott van a királynak a koronája a királynő fején. Hát most ez mi ebben a olyan nagy szám? Hát nem is értem még mindig. Ti értitek, hogy mit akar ezzel mondani? És folytatjuk. Várj, 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 gyorsabban, gyorsabban kell itt menni sokkal. Aztán lehet, hogy ott balra is elhagytunk egyet. Hú, ez nehéz lesz, ez szerintem nehéz lesz. Igen, azért is lesz nehéz, mert ott elszállt az utolsó, akit össze kellene szedni. Au, megharapott. Viccelek, csak szivatlak te. Elhiszem, de akkor tényleg fordítva csinálták a sakkhoz képest. Azt hiszi, hogy hülyének nézzenek oda. Oh, wait. Oké, ez megvan, megvan. A Fluffy haver, Fluffy, de hogy szedlek össze? Hát elszáll. Oké, és akkor most... Oh, nenre, várj, 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 gyorsan, gyorsan, gyorsan tovább. Az nagyon nagy baj. Az óriási nagy baj. Beszorultam. Hát azért ez nem a kedvenc részem lesz ezen a pályán. Hogy szedünk itt össze... Oh. Hogy szedünk itt össze annyit, szevasz Moszkitu, hogy meglegyen a 600, és még ráadásul az utolsó olyan kis puki szörny. Kis puki démon. Gyerünk, gyerünk, nyomod, nyomod! Magasról! Megindulsz! Várj, úgy kell csinálni. Mi az, hogy elnyertem egy Bad Joke trófán? Mi? Most... Összezavarodtam. Mit csináltam, hogy kaptam? Szevasz, Lófi, hogy vagy? Mi a helyzet? Teljes... Oh, oh. Akkor halljunk meg. Na gyerünk! Gyerünk, gyerünk! Meg tudom én ezt csinálni! Sokkal nehezebb dolgokat is csináltam már. Én végigmentem a Path of Pain-en, ami... Nézd, itt fel lehet menni? Jaj, nem! Jaj! Oh. Ne. Azt hittem, hogy ott nyílik egy kis... hasadék, aminek nagyon jó. Kihagytam egy csomó mindent, ami lényeges lett volna. Megvan! Tehát az utolsó is megvan akkor. De nem jó ez, nem lesz ez így jó. Itt fel kell jönni, ez az. Talán itt megvan a 600! És megvan az összes darab! Végre! Na ez igen, 621-jel. Legyőztük a pályát. Elengedheted magad nincs itt a törpet? Dehogy is, nem. Hát most azért másnak még ott lehet, nem csak a te gyereked létezik a világon. Annyi ilyen anya van, aki egyébként teljes mértékben azt hiszi, hogy az ő gyereke a világ mindenség közepe. Olyan furcsa ez a dolog. Aztán amikor nincs ott a gyerek, akkor is a gyerekre gondolnak. De gyerünk tovább, már is.
Csak szivatlak amúgy, na. A következő pályán a hihetetlen mágus sakban tartja a barátunkat, akinek a neve... Bloomberg. Nem tudom, hogy hívják, de varanyból van. Gratulálok, elérted az 5. szintű Isten királyságon. Na hát, akkor kaparjunk. Daily Extreme Challenge. Az elég durvi. Murphy a neve, azt mondod? Én Bloombergnek hívom. Kaptunk egy lényt. Egy olyan lényt, akit Vliknek hívnak. És... mi ez? Nem, ezt nem akarom, hagyjál békén. Mi ez a Vlik? Wow! De hiszen ez nagyon ronda. Ezek robotok lesznek. Jó, oké. Nem túl szép, de legalább hasznos. Murphy a neve, azt mondja. Én hiszek neked. A Murphyben hiszek. A challenge-ekbe még nem megyünk be. Szerintem még egy szint belefér 21-43-an. Ti hogy éreztek ezzel kapcsolatban? Főleg a Rayman után? Mi? Ja, hogy engem is unalmasnak talál? Ó, na hát, nem vagyok jó a gyerekek szórakoztatásában. Nyomjad! Mi van, Atti, hogy vagy? Mert ez végig, nem, ma befejezzük Sárkány Máté kalandjait. Többen azért jönnek, mert Sárkány Máté lesz. Mondjuk amúgy lehet, hogy nem ma kéne befejezni, mert rendkívül kevesen vagyunk ahhoz képest, úgyhogy... lehet, hogy mondjuk van 50 ember valahol, akiket érdekelne. Csak nincsenek itt, mert nem érnek rá. Rég lörkölsz? Milyen kedves tőled. Ez itt a... az emelkedési gyorsaság? Hát, hogyha nem ma lesz befejezve a Sárkány Máté, akkor viszont az Újra Anyába című játékot kell befejeznünk ma. Nagyon szorít a határidő. Vagy elmegyünk Borderlands-ezni aztán akkor. Nyomulunk Tiny Tina kalandjaival. Felem azt is lehet, nem? Velem lehet beszélni. Én egy úri ember vagyok. Éppen most hittem, köszi Night 2 Gaming. Gyerünk, gyerünk. Obstacle-öket azonnal lenyomjuk. Az ott mi? Ott mit csináltam? Wait, nem. Nem. Megyünk vissza azonnal. Hát hogy át akartak már itt rakni engem a következő szintre? És akkor sosem tudtuk volna meg, hogy mi van itt felül? Ja, mert ott nincs semmi. Akkor mehetünk a következő. Szevasz, maszkvacsó, mi a helyzet? Hogy vagy? Te játszottál-e már a Rayman Legend című játékkal? Miért nem? De nem tudhat. Nem értesz hozzá. A jó platformerek egyik legjobbja. A király platformerek szerintem egyik legkirályabbja. Nem lehet kihagyni. Ugre megadta nekünk a hangot, és azóta tudjuk, hogy mi a jó játék. Ó, várjál, ott fent van az első Teen C. Azt húzd odébb. Jó, azt beszoppant, semmi baj, oké, tovább. És akkor a végén jól megverve, az második is megvan. De mi van itt balra bent? Hú, haver, az igazi titok nyitja. Mindenféleképpen játsz végig, azt tudom ajánlani, neked szerintem nagyon tetszene. Az nem lesz így jó. Az nem lesz így jó. Húzz azt onnan le. Wow! Oké. Eddig minden szuper. Tehát akkor megtaláltuk a királyt. Igen, mert annak olyan a koronája. Jó. De milyen aranyos, hogy küldtek nekünk egy szívecskét, nem? Hát ez ilyen fajtalan erotika téma. Mi az, ami dudál? Mi az, ami dudál? Hogy kicuppantunk már megint? Hallottátok? Olyan volt, mint egy nedves puki. Ja, hogy te csinálod? Nézd a mágust, ahogy nyomorgatja az orrát annak a kedves hölgynek. Vigyed nyugodtan, nincs rá szükségem. Azt összecsikizem abban a pillanatban. Szevasz, viszlát, köszönjük, hogy jöttél. Én oda fel is megyek, mert ott nagyon jó dolgok lesznek fent, higgyétek el nekem. A királynő maga. Nem, most a király lesz, mert előbb volt a királynő. Akkor rotételjünk egy nagyot. Jó, egy picit így, igen. Jó, kicsit vissza az egész. Jó, befele. Jó, nagyon szép mennyiség. Nem azt a csicska. Összeszedtünk mindent, elég királymódban. És mondtam, hogy ott van a király, látjátok? Királynő. Ez a királynő. A koronája alapján a királynőnek kell lennie. Na, hát egyből megvan a kettő titok a pályán. Hát innentől kezdve már nem lesznek nagy dolgok. Innentől már mindenki tud minden. Kicsit azért megbántott az a repülő őrület. Semmi gáz, meg tudjuk mi ezt még csinálni.
lehetne sokkal rosszabb is. Ott viszik előlünk, ott lopják, lopják a menyasszonyt. Mi? Mi? A platformot ragdod ébb? Jó, de... Várjál. Ha! Oké, megvan, megvan, megcsináltuk. Minden rendben, tovább, és tovább, és lehúzza, és ráugrik, és felvetődik a kérdés. Hogy eléri-e, de eléri. Aj, de nagyon király. Nagyon-nagyon menő ez a pálya. Ez nagyon tetszik nekem. Oda néz. És akkor hirtelen megindulsz. Kapd el. Oké, mehet, mehet, mehet. Aj, és az is megvan. Amúgy elhagytunk valamit? Sikerült elhagyni valamit? Vagy még rajta vagyunk? Láttátok? Várjál, kapd el, balra, vetődj, igen, ott lesz, gyönyörű haver. Hó, az nagyon jó! Lett volna, ha nem a rossz irányba csi... A Celeste is tetszene? Hát az egy más kategória. A szuperszivatós, ez pedig egy nagyon szép, nagyon jó mechanikákkal kitalált játék. Tehát azért szerintem más a kettő. Azt hallottam, hogy a Celeste az egyik legnehezebb platformer játék, amit valaha csinált. Te lenyomtál? Hát, hát tele. Más kategória, ugye? Azért mondom, teljesen más. Azt azért gyerek kezébe nem adnád. Nem azért, mert para, hanem mert... Na, ott azért, azért... Ott azért van szivatás. Na, csak sikerült, amit szerettünk volna elérni, ugye? Jó, oké, és akkor oda bemegyünk alulra, mert látjuk, hogy ott valami kilóg. Ne bántsad, te szemétláda. Oké, jól haladunk, már mindjárt a pálya végénél leszünk. Ókold a creature-t szemen, 493. Oké, ott beszippant, a másikon kiszippant. Fúj fel, léci. Hú, ezek a szellemek nem nagyon jók. Bár ezekre rá lehet ugrani még egyszer? Ó, na hát... Ó, oh, ej! Nem, nem igazán úgy működött, ahogy én akartam volna, hogy működjön, de nem baj. Nem nagyon jó! Várj, 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 lassan, lassan, te szemétláda! Lassan, óvatosan! Hey, hey! Micsoda szerencségben! Na, hát csak rátalált azért, hogy hol kell... Elfejtettem. Túl sok mindenre kell figyelnem egyszerre, pedig már egyszer tökön megcsináltam. Igen, igen, igen. Oké, tovább. Azt elrontottuk. Ez az gyönyörű haver. Gyere, hozz azt vissza. Ó, várj! Ó, oké, oké, meg vagyunk még. Ott nem, a harmadik résznél már nem volt... Nem volt cucc, amire rá mehettünk volna. Várj, 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 várj! Júj! Júj! Néha azért tényleg igazán kemény ez a téma. Rayman 2 a kedvenced? Na, örülök neki. Valóban eléggé királyjátékok ezek. Azért azt meg kell hagyni, nem sok ilyen. És ehhez fogható van manapság. Sajnos kevés ilyen játék készül pedig. Ó, oh, megvan 621. Megvan mindegyik izé. Tekerd meg az orrát. Helyes. Kár, hogy nem volt a kisnyájnál ott a fika-fika pókampó. Halált esküszik, majd elmegy. És ezzel megvan mind. Nagy király! Egy újabb tökéletesen teljesített pálya. Ott is van a 646. Kicsit túl teljesítettük az elvárásokat. De szerintem nem volt ez rossz. 9 óra 51 perc. Hamarosan játékot váltunk. Ez hármas nehézségű volt, pedig nem tűnt annyira nehéznek. 115-nél kinyílik a pálya tőlünk jobbra. Eddig nagyon jól teljesítettük ezt a világot, szinte mindent összeszedtünk, amit össze lehetett. Persze ezek még a könnyebb részei ennek az egésznek. Lesz itt még azért szívás bőséggel. Ezt a pályát, hogyha megcsinálod, akkor megint kinyitsz egy hercegnőt, barbár hercegnőt. Akik ugye 12-en voltak a játékban, vagy vannak, és mindegyiket elrabolta valami szörnyűséges rémálom képzet. Hol Tuglide? De ezen a pályán nem voltam még? Vagy ezek mind így kezdődnek? Jaj, éppen hogy csak! Ezek felfele jönnek?
Igen, igen, tökéletes, tökéletes. Eddig minden megvan. Várjál, engedd el. Engedd már, hát nézd meg. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Elszaladt néhány, de ez még nem a halál, nem a vége. Óvatosba, lassúba. Ne, várj! Oké, okay, eddig jó. De hol vannak a titkos mikkentjük? Hol vannak a teensig? Mert a Lumpsy az most oké, hogy jön, de hol vannak a többiek? Jaj, ezt nem így akart! Most már megtörtént. Valami itt nem úgy van, ahogy annak lennie kellene. Ott van egy fent, ez eddig rendben. Nincs itt titok, semmi nincs ide eldugva. Nagyon próbálom megfejteni, hogy hol lehetnek a titok. Ez majdnem rossz lett. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, tovább. És nem kapja el. És az most nagyon fáj. Nem, szerencse. Jó, tovább lefele. Hol vannak a többiek? Hol vannak a titok? A falatta csicskapofonta a másikat, tudod. Hármat kell kiszabadítani? Amúgy lehet, hogy most az olyan lesz. Kezdjük előre a session? A szekvenciát? Még egyszer, ezelőbb sokkal jobbat mentünk, mint most. Tehát mindenképpen be kell ezt törned, ugye? Igen. És utána kezdhetsz el szépen lassan előre menni. Az baj, hogy túl gyorsak voltunk most itt valami szavak. Az mindig baj, ha az ember túl gyorsak. Várj, lassan te szemét már! Ez igen. Meg lesz, meg tudom csinálni még. Most már nem lehet hibázni, arra volt az a hiba lehetőség. Ami most már elment. De hol lesz a hal? Várjál. Mindjárt itt... azt nem kaptuk el. Ezért aztán nem is lesz perfekt. Az sem lehet már perfekt. Túl gyorsan jövünk lefele szerintem. Lassan jönnek a teensik, lumpsik valamik. Nem ilyen szívecske? Nem ilyen szívecske. Jó, oda van betéve egy alulra, de azt hogy szeret ki onnan? Úgyhogy... Látom már, hogy ott el kell engedned. Így. A lendület viszi tovább a karakter. Megvan. Nagyszerű, a király is megvan. Hát de hol lehet az utolsó? Azt elhagytam valahol? Azt nem hiszem. Az nagyon nagy gond. Nagyon szomorú volnék, ha úgy volna. Azokat megint elhagytuk, oké? Semmi baj. Hol lehet az utolsó, vajon? Érkeznek már a teensik, lumpsik, és gyorsan lehull alá. 2.84-ben. Meg lehet még csinálni. 2.88, nagyon sok ez, amit elmisszelek. Pedig eddig azt hittem, hogy jól állok, de nem annyira. Tehát a jó az, lehet, hogy nem ilyen. Ott van alul, nézd csak, és megvan. És megvan a 300 is. Hát persze, hogy megvan. 3.13, és mind a 3. Ez nagyon király. Na, hát csak sikerült. Ki gondolta volna, hogy ez most így elsőre összejön. Pedig a múltkor még többször is végig kellett menni azon a zuhanós pályán. Na, nagyon jó. És ezzel egy újabb barbár királynő. Ezúttal, hogy is hívják? 120 darab olyan izénk van már, teensink. Ő eléggé dárkos hercegnő. Várjál csak, micsoda ellenségek egy másik világból megostromolták az egyik festményt, ahol te már jártál. Csinált egy új festményt, ahol új teensiket fogsz találni, amiket megmenthetnél. Ahogy még több teensit mentesz meg, új inváziós festmények fognak megjelenni. Ez mit jelent? Hűha, nem jó járt. Most akkor meg kéne keresnünk, hogy hol okoztak ott zűrzavart, ugye? Hó, nézd, egy igazi új pálya. Na hát. De van 3 lucky ticketünk, amit szeretnék lekaparni. Ez 1000 darab lumi? Nem is rossz, az mondjuk egy egészen szép mennyiség. Rayboxot nyitottunk ki közben, ami nem tudom micsoda. Még több lumi. Még egy 1000-es. Hát azért ettől jobbat is tudna a játék. Gyerünk. Raybox hős, az ami jó. Kapunk megint egy új creature-t. Na, az miféle lehet? Unaf a neve. Ruszkiból? Még egy pirítós.
Ez most már a negyedik pirítósunk. A globoxa jó. Nem, a globoxa nem jó. Mm-mm. Nagyon sajnálom, hogy tőlem kell ezt megtudnod, de a globox az nem nagyon jó. Akkor most menjünk a Heroes galériába. Balra, igen. És nézzük meg, hogy mit nyitottunk ki. Ez a Globteen, ez miért nincs kinyitva? Itt valami csalás van. Szia, páncélos róka, jó pihenés, köszi, hogy itt voltál. Mi az, aki... Ja, azzal vagyok. Ah, jó, logikus az egész. Nagyon logikus az a játék. Jól fel van amúgy építve. Ott volt egy pálya, ugye? Ahol... Igen, itt a Toad Story-ban, ahol csinálhatnánk valami érdekességet még. Invédelik az egyik pályát, de ez mit jelenthet vajon? Hogy időre kell megcsinálni a Castle in the Clouds? Szerintem azt akarja, hogy időre csináljam meg. Micsoda? Mi ez a 60-40-50? Nem tudom, nem tudom mire készül. Hogy 60 másodperc alatt csinálja meg a pályát, azt akarja. És most visszafele kell haladni? Hát ez mekkora Crash Bandicoot mechanika már? Az elég HC, mit nem mondjak? Azt hiszem most inkább leesek. Szavasz, Krisi, mi a helyzet? Na már ebben a játékban is expert vagy? Wow, mekkora király mozdulatok. Oda be kellett volna mennünk, érzem, hogy azt elrontottam. Na most várj, nem az lesz itt a lényeg ugye, hogy teljesítsük, hanem az lesz a lényeg, hogy úgy teljesítsd, hogy közben megmented még azokat is, akik kimaradtak, gondolom, ugye? Amúgy eddig egészen szépen haladunk, nincs ezzel baj. Ott például jobbra nem hiszem, hogy felmehettem volna. 37 másodperc, 40 lett volna a sztárság. Hát csak ide kellett volna bejönnöm. Majdnem, ezt meg lehet csinálni 40 alatt. Ja, hogyha eléred a 40-et, akkor nincs... Ja, én meg itt megálltam nézelődni, de hülye vagyok. Retry, hát egyből. Szevasosi! Hajrá neked a reggeli munkához, kitartást kívánunk. Na, itt rá is hagytam itt 1-2 másodpercet, úgyhogy... Ha feltétlen teljesülnie kell ennek a győzelemnek, bár itt most lehet, hogy túl sokat hagytam el. Ha, főleg így. Mindegyiket meg lehet csinálni, valamelyiket nagyon nehéz. Aha, gondoltam. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ja, hogy ezt így. Semmi baj. Elsőre még könnyebb volt. Gyerünk, gyerünk. Én tudom, hogy meg lesz ez még. Nyomjuk a padlógázzal. Ne álljunk meg senki kedvéért. A támadás gombot, ha lenyomod, az sokat segített volna. Na tehát. Jobbra. Itt nem tudom, hogy lehetett volna úgy haladni, hogy nem ugrasz fel a falról. Hogy megakasszon esetleg visszafele. Tehát, hogy visszadobjon, azt kihagyni ezt a mozdulatot. Már valószínűleg nem nagyon. Kapaszkodj fel! Azaz, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Tovább és... Az fájt. Újra. Hát meg tudjuk szerezni az utolsó Teen City is. Hát nincs az olyan messze, hát 42 másodpercet mentem elsőre, tehát... Nem lehetetlen a dolog, csak utána, ahogy elkezdesz koncentrálni, egyre nehezebbé válik. Jobb volt, amíg figyeltem. De most hogy akadtál bele? Hát de most jó volt amúgy. Most lehet, hogy rossz volt így. Hát így nagy volt az időveszteség. Gyerünk, gyerünk! Ez már este 10 van. Húha. Jó, jó, kitaláljuk mindjárt, hogy mit fogunk csinálni. Hogyha nem akarjátok a izét megnézni. Sárkány Máté finálét. Egyébként én bármiben benne vagyok. Kapd el, menj fel! Oké, gyorsan. Jó. Kapd el azt is. Jobbal. Igen, 33 szek. És akkor itt már csak. 37 szek. Túl kell ugrani. Nem mondott, hogy megint 42 alatt. Egy tized másodpercet javítottunk. Valahol lehetne lefaragni, szerintem ott az elején csináltuk rosszul. Sok repülő mászkál éjszaka lehetséges. Nem tudom. Hát tudod, mert most már szezon van, aztán
Jönnek az éjszakai izék, vetik a kukoricát, meg szúnyoglárvákat, permeteznek. Szóval ez könnyen meg lehet, igen. Ilyenkor megnövekszik a repülőforgalom ebben az évezen szakaszában. Most ezt hogy csináltam, hogy már is itt vagyok? Mi elkezdtem pofázni valami hülyeségre, azt már is itt vagyok. Gyerünk, 32! Ne! No! Pedig de szép volt! Sok helyen csináltad rosszul. Jaj, jó van, a másik expert is megérkezett. De miért nem? Hát ez nagyon lassú, haver. Ez lassú, újra. Gyerünk. Ott lesz az. Nem tudom, hogy meg tudom csinálni. Hát bennem van a Ray faktor. Futti. Jó, hát azt ott elrontottam. Szerintem ez lesz az a másodperc, ami ott a végén majd. Hogy többet kellene használni ezt a gombot. Aha, és itt is feldobott a levegőbe, amit nem lett volna szabad, gondolom. 30 másodpercnél jövünk ide. Az már sok, az már nagy lemaradás. 33-nál itt lenni szerintem az nem elég. 36. Tessék a... Rémenben 30 másodperc alatt teljesítem a pályákat. Ez még rosszabb lett, mint eddig volt. Ja, itt még lehet menni. Csak leveszítse rendületből, ez a lényeg, igen. Hát, Folti, akkor nem tudom, mi lehet. Ügyességeket kitalálni meg nem kell. Gyerünk. Már is megyünk tovább. A támadásokkal azért néha veszítünk a lendületből, néha meg nyerünk rajta, ugye? Az például eleve rossz van. De még azért lehet itt tevékenykedni. Meg lesz az. Igen, ez most egy tökéletes átvetődés. 31 másodpercnél nagyon jól állunk. Gyerünk. Most lesz meg. 36. Tessék. 38. Nehogy már lecsúszál ott azon a izén. Hát lecsúszik a gólyalában a gyerek. Hát beszasz. Gyerünk. Meg tudom én ezt csinálni. Egyre jobbá és jobbá válunk ebben a játékban. Úgyhogy most ezt újra kezdjük. Mi az, hogy de béna? Akkor így megyünk, jó? Itt az elején már megnyerjük ezt az extra egy másodpercet. A levegőben nem szabad nyomni ezt a szart, mert akkor megbántanak. Figyeld! Tehát így indulsz már eleve. Sokkal jobb legyen. Gyerünk! Itt ezekkel nem tudom, hogy mit csináljunk. Szerintem csak el kéne menni felettük, aztán szarni az egészre. Szóval 7-nél járunk. Most jobbak vagyunk egy 10 másodperccel szerintem. 33. Egy már, te szemétláda. És? Hohej, megvan! Hát mondtam én. Hát az a 800-at, te szemét. Jaj. Nem baj. Kicsit a sírok. Jeez, de miért nem lehet? Miért nem lehet századokat lefelé kerekíteni? Szavasz, kriminálhun, erre iszunk egy korcsot. Újra. Tehát most már a századot kell valahogy teljesíteni. Gyerünk, hibátlanra csináljuk. Nem kell beszarni. Jó lesz. Oh, trontottál! Az nem volt jó most. Na ugye, hogy meg lehet csinálni? Hát na ugye, hogy meg lehet? Hát egy egész másodpercet javítottam, jaj! Viszlát. Hibátlan. Én mondtam, hogy meg lehet ezt oldani. Na, és akkor most már 123 Teen Sync meg, Loom Sync van. A következő pálya az, amikor a varangyok szállnak. 2.
Hát három pályánk van még, hogy legyen ez? Ezek már négyes nehézségűek. Megcsináljuk a Toad Story-t is. Igazság szerint nem sietünk sehova. Főleg, hogyha nem akarjátok ma Sárkány Máté kalandjait. Jó, mehetünk még egy-kettő. Platina Móki azt mondja. A platinára rámehetünk. Igazság szerint nem lehetetlen a megszerzése. Nem mondom, hogy egyszerű. Ojaj, könnyen felsülhetünk benne. De nem lehetetlen. Ez azért még mindig egy Isten király játék. Akárhogy is nézem. Rendkívül jó darab. Az szép volt. Fluffy! Azt mondta, hogy Fluffy. Úgyhogy most kapott egy nagyot az arcán. Ott, ó, oda nem megyünk le. Aha, de viszont ide igen. Á, de direkt belevezet! Hát a Teensy belevezet a Lumpsyba. Hát nem szabad ezt így. De ez alul megy ráadásul. Igen, mindig elfelejti az ember. Elfelé fújja a szoknyámat a szél. Mindent megcsiskított. Jaj, várj, nekem van ilyen izé, távolra verőm. Hát mindenki meg lesz csicskítva. Hát mindenki össze lesz verve. Nem azt mondja, hogy halt me. Nem, azt mondja, hogy floppy, meg fluffy, meg... meg fuck me. Ah! Még egyszer. Igen, azt is mondja. Nem hallod? Tehát elindulsz erre. Hihetetlen sebességgel jössz felfelé. Megcsicskítod a hátulálló Lumpsy Teensyt. Igen. És utána azt is, aki balra van. Mert az is megér egy misét. Nagyon jó. És akkor gyorsan tovább-tovább összevered az arcukat. Igen, ez már a speedrun, ez már a világrekord kísérlet. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok és megnézitek velünk, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. Egy csodálatos eseménynek lehetek szemtanúi ma. Olyan, amilyen még máshol nem volt. Hey, hey, várjál már! Na, ott majdnem elrontottam azért a világrekordot. Hát nehéz, nehéz. Hiába azért nagy, nagy kihívások elé támaszt minket a játék. Most azok ott elszálltak? Nem, itt jönnek, megvannak. Jó, jó, megvan, megvan, 140, és akkor jön még itt lent is. El lett rontva a gyerekkorod? Miért ez gyerekkorodban játszol? De már, hogy lehettem már? Két gyerekes családanyukaként 33 évesen. Hogy lehettem már neked? Ez a gyerekkorodban. 2013-as az a játék emlékeim szerint. Á, jó, mondjuk lehet, hogy 20 évesen még gyerek az ember. El kell ismerni. Opp, ott volt egy puki démon. Ott valakiből kiszállt a hihetetlen ihlet egy pillanat alatt. Van olyan bűz ott balra. Jaj, ne, elrontottam a... nem baj, a maradékot azért csak összeszedném. Nézd, te tudsz lőni is, te szemét. Az igen, haver, te nem szarral gurítasz. És akkor ott az alsó, az a harmadik a sorban, és akkor hová vannak eldugva a rejtvények? Lehet, hogy lesz egy rész, ahol le tudunk majd szállni. 200-unk van amúgy. Nem is olyan rossz mennyiség az. Lejövünk ide, jó? Ahova vezetnek minket ezek a bigyók. De nem, szerintem ott nem. Nem hiszem, hogy leenged minket a játék. Oké, az is el lett kapva. Itt fel lehet szállni. 21 voltam, nekem az még gyerekkor. Hát az, az abszolút egyébként. 21 évesen én is gyerek voltam. Ó, jó Isten. Állandóan mentünk partiból partiba, ivásból ivásba. Elképesztő mennyiségű nőket szedtem fel. Hát, igazából... szerintem egészen kihetem magam gyerekkoromban. Hey, Fizzle L! Kösz szépen a követést. Függ a vészkórusban. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Bocs, közben nagyon koncentrálok. Igen, az Ovo néni volt a szerelmem. Jó. A titkokra nem jöttünk még rá, hogy hol lehetnek. De ott van lent valaki, úgyhogy azt gyorsan ott meg is mentjük azon nyomban. Ne. Oké, meg lesz. Szevasz, hogy vagy? Jó, oké. Itt a kettő darab pisztolyhős, az semmiképp nem a barátom.
Régen elhagyhattad. Ne csináld. Az nem lehet. Hát mindenhova benéztünk, minden kavics alá. Most menjünk vissza, azt szorgalmazod? Hát akkor menjünk vissza, mert Rogue-re szerint elhagytuk. De Maszkalkasos, milyen helyzet? Hogy vagy? De figyelj, én nem tudom, hogy hol hagyhattuk el. Nem vagyok ebben biztos. Nem vagyok ebben egyáltalán biztos, hogy az Ogre igazat mondott. Szerintem átvert bennünket. Nézd meg, hát hol lehet itt titkokat elrejteni? Hát maximum itt lent. Ha, Fizzel, nagyon kedves tőled, amit írsz. Örülök neki, hogyha így gondolod. Remélem, hogy sok olyan tartalommal szolgáltok majd, amire szintén azt tudod mondani, hogy na, ezért is megértem a... benyomni a ticset. Ne, srácok, hát Ogre engem átvert, hát nézzétek meg. Hát lehet, hogy itt le lehetne ereszkedni, ahova folyik a víz, de szerintem az ott a halál. Ogre, most szivattál minket? Vadd be őszintén. Nincs itt semmi. Jaj, szivatott minket, jó, köszi. Hú, mekkora lendülettel szállunk most. Meg kell, hogy találjuk a titkokat, de nem úgy, hogy átverésekkel. Erre már nem ismerem fel, hogy hol... Ja, itt járhattunk, mert itt meg van jelölve. Aha, ez lesz az. Ez lesz a tuti. Már is nyomjuk. Isten király ez a játék. Komolyan mondom, akkora fun. Akkora szórakoztató faktor van benne. Mi az, hogy hajd? De most akkor már ketten szivattok? Itt tutira lesz egy fent szerintem. Van egy olyan érzésem, hogy itt fent tutira lesz egy. Valahol, vagy balra, vagy jobbra. Ott van egy, akit éppen nagyon vernek. Várj, rossz ötlet, hiszen erre kell tovább menni szerintem. Akkor menjünk vissza lefele? Ó, oh, látod, egyből megvan a titok. Hát mondtam én, hogy megvan. Gyerünk, gyerünk. És igen, megvolt, megvolt. 4.39, meg a király. Ez akkor most a jobb szélső, de akkor bal szélsőt elhagyhattam. De nem lehet, hát hol mehetünk volna még így lefele? Menjünk fölfelé, szerintem itt lesz egyébként valami hasadékban. Eldugva majd. Én úgy sejtem legalábbis. Oké, az szép. Meg is érkezett már a 8-as számú, ott azért bemegyek. Itt a szuperretek kijön azonnal. Összeverjük azt is. Ahol meggyőzted magad, hogy nem lehet ott. Ott volt, hogy ne csináld, ott le lehetett volna esni. Azért arra nem voltam semmi jel. Tehát az mindenképpen egy ilyen full szivató faktor volt akkor ezek szerint. Tényleg semmi jel nem volt rá, hogy ott esetleg bármi lehetne. Nézzük meg most a jobb szélét is a pályának. 544-ünk van, tehát most itt sok minden kimaradhatott akár. Hoppott, nehogy összecsicskítson bennünket. Bármilyen secretre van jel? Szokott, igen, szoktak láthatók lenni. Kilógnak a textúrák mögül, meg ilyenek. Itt balra, fent. Nem, itt nincs semmi. Itt lent. Nem, nem, nem. Szokott, azért néha lehet látni az ilyen coinokat is, meg ilyeneket. Azok is titkosnak minősülnek bizonyos szituációkban. Bizonyos pályarészeken. Szádogálnak ott azok a lények, és 5-69 van nálam. Te nehogy rám szállj már! Wow! Oké, megvan az összes, nagyon jó. Most szedjük fel a lumpsikat. A tinsiket. Nagyon szomorú leszek, hogy egy kivaradt. És akkor most amiatt nem csinálhat... Aha, igen. Jó, jó, jó. Várj, oké, értem én, de mi hajtsa? Én azért is visszamegyek, nem érdekel. Nem fogom 609-nél így hagyni a szituációt. Visszamegyek és összeszedem.
Megcsináljuk, visszamegyünk a pálya elejére. Most ez egy ilyen speedrun jellegű dolog lesz, amiben az elképesztő sietségen túl tiéd lesz a végén a pohár, amiben van egy mozsár. Mi volt? Hogy volt? Ogre, segíts ki kérlek. Háááá! Jézus, ha majdnem oda csapott a kalapáncs, láttad? A mozsaros pohár, amiben a lekvár, meg a pirula, irula. Nem tudom. Itt nem fognak visszaengedni amúgy. Oh wait, szerintem nem engednek vissza, ez rossz nagyon. Hát szavasz király, mi a helyzet? Páfó? Innen, itt várjál, igen, benőtt a gaz. De mit tehetnék? Nem tudsz visszamenni. Köszi, én is most vettem észre a kis turpisságot. Hát de így már nincs is értelme 609-en felül gyűjteni. Hát most már csak menjünk, aztán jó lesz. Oh shit. Hihetetlen sebességgel robogunk az elrontás felé. De itt nem is adhatja meg nekünk, látod csak a bronzt. Bronztot, hát ez így kula. Ez kula fos kérem, hát ez mi ez a 3-4-50? Ó, oh, de várj, mintha kaptunk volna valamit. Akkor most már csak annyi lesz a dolgom, hogy visszajövök, mert a 614 az megvan. Már csak két festmény? Igen, de miért? De most akkor megkaptuk a cuccost lényegében, csak azt nem kaptuk meg, ami... Aha, értem. Értem. Jó, végig megyünk gyorsan. Meg lehet csinálni. Hát nem, a lumikat szoktunk elhagyni, az igaz, de tinsziket nem. Tehát a kiskék kulákat nem szoktuk soha elhagyni, azt nem lehet. Szávasz elmondó, hogy vagy, mi a helyzet? Szép estét kívánok neked, remélem, hogy jól vagy. És hogy jól érezed magad, nem? Senkit nem hagyunk hátra, ahogy mondod. Azt mondtátok, hogy itt valahol lent, ugye? Mindjárt megmondom én nektek, hogy hol van. Attól félni nem kell. Lesz olyan győzelem. Ilyen kis boldogok, ahogy összegyűjtöd őket egyébként. Tiszta pozitív ez a játék, és nagyon rewarding amúgy. Ne köpködjél már! Hát az éres anyád erre tanított téged. Száva! Ott is megvan. Ez egy fun játék, nagyon cuki. Hát persze, mert eddig csak DBD-szél, azt nem is figyelted, hogy mi megy nálunk. Órák óta egy rohadt jó játékkal játszunk ám, csak mondanám. Azt mondtátok, hogy itt lent? De nem megy lentebb a kamera, ez nem az! Ez nem az, hát átvertek! Nem megy le... Ah, nem, nem. Itt be lehet menni a plafonba? Nem itt van, hát mondom, hogy nem itt van! Nem mered elindítani? Ennyire para a játék most, nem mi? Majd ahol a lumik vezetnek le. Aha. Itt látod? Haver, de megvan! Azonnal menjünk. Itt visszafelé fúj minket a szél. Jaj, de! Aha! Hát ezt nem így kell. Engedd el! Engedd már el! Hogy lecsúszottam úgy? Na gyerünk! Au! Várjál! Ne! Ez egy szarpálya! Várjál még egyszer! Gyere! Szevasz Mozsó, mi a helyzet? Annak idején tesómmal rengeteget játszottunk, ezzel ki is maxoltuk. Idézve nálad, ezek a zenék, hangeffektek, fanfaktor rögtön visszajött, hogy játszol vele, jó játékot, csak örömöt a gémmel. Köszönöm szépen, neked pedig nagyon szép estét és jó szórakozást kívánok, bár már azért nem sokat játszunk ma vele, mert azért ezt adagolni kell, tehát nem lehet egész estéket eltölteni vele. Ugorda? Ja, hogy ezt csak át kell ugranom itt néha. Jó, hát ez lesznek itt problémák. Most nem jó, nagyon rossz a játék? Miért? Ó, nézd, úgy kell összeszedni az arcoddal. Hajolj le! Hopp! Jó, megoldjuk. Megvan, tudtam én, hogy meg tudom csinálni. Szevasz Viktor, itt mi a helyzet?
Na, és akkor ezzel megvan az utolsó is. Most már csak végig kell menni a pályán. A maradék lumikat meg szerintem össze sem kell szedni, ugye? Mert már egyszer összeszedted. Ugye? Jól emlékszem, srácok? Már ne, nincsen szükségem a lumikra. Shoot em up. De jó, elnyertünk egy trófeát. Mert már összeszedtük. Ja, ezt nem kell eltalálni. Tök jó amúgy ez a szélefekt. Ez a pálya, ez a tódőrület, ez nagyon királyú van meggondolva. Nyilvánvaló kapitány, ugye? Ennek így kellett lennie. Te minek örülsz ott fent? Vagy örült, hogy itt vagyok, hogy megmentsem amúgy. Hát, ha kilokkolsz egy globoxot? Nagyon jó lenne még egy globox, ugye? Akkor se fogom azt használni. Itt nem akarsz leesni. Oda be akarsz menni. Floppy, tudom. Jövök. Azt mondta, hogy hopp, hé. Lehet felfelé lőni? Igen, ezekben lumik vannak amúgy. Menjünk azonnal itt kifelé. Jó, és tovább. Nem tetszik ez a italáció, hogy itt így lehet nyomulni. Mármint, hogy így szádosni kell, szerintem rendkívül király. Itt korrigálni kell a magasságon néhol. Nagyon ki van találva, nagyon jól meg van csinálva. Oriban nem volt ilyen, pedig Oriban is voltak nagyon jó iterációk, de szerintem a Rayman bizonyos tekintetben veri azt. Vannak részek, amik szerintem jobbak, mint az Oriban voltak. Míg mások viszont látványvilág, hangulat, zene, stb. A zene igazság szerint mind a kettőnél összehasonlíthatatlan, mert mind a kettőnél csodálatos és gyönyörű. Talán a történet, hogyha az Oriban 10/10, akkor itt mondjuk 5/10. Tehát itt azért nem egy olyan nagy dolgot kellett kitalálni, itt szerintem inkább a játékon volt a hangsúly, ott pedig az, hogy a játékon keresztül egy történetbe bevezessenek. Én ezt így látom legalábbis. Yay! Ez jobb, mint az Ori? Bizonyos tekintetben igen, más tekintetben meg nem. Mondom, te történetben azért nem tudja verni. Nyilván, tehát annak annyira szép sztoria van, meg szívfacsaró, meg ilyenek. Ez meg egy full egyszerű kitaláció, az elmúlt rész óta eltelt szá... szinte be akarok, hülye! Tehát az elmúlt játék óta eltelt 100 év, és akkor sűrűsödni kezdtek a rémálmok, valami lény szétszakadt 5 darabra, és akkor abból lettek a teensik, meg mit tudom én, érted? És akkor a barbár királynőket meg elrabolták, azokat kell kimentened. Tehát ez azért nem egy nagy dolog. Nem töltöttek el nagyon sok időt a sztorival, de nagyon nehéz is lett volna egyébként ezeken a platformer pályákon keresztül bemutatni szerintem ezeket a történeteket. Én azt gondolom legalábbis. Figyelj, ez nem lesz meg ez a 600, ugye? Ez baj. Szivatnak? Most honnan szedjek neki még 4-et? Ja, várj, amikor beviszed, akkor még kapsz egy párat, nem? Azt hiszem, a pálya végén mindig kapsz még vagy 5-öt. Már egyszer megszerezted, akkor csak ogresszívat ott már megint. Nekem ezek a platformerek Rayman, Ratchet & Clank, de a Ratchet az nem platformer. Az TPS játék. 601! Mondtam én, hogy meg lesz. Már egyszer megvolt, nem kell még egyszer. Jaja, oké, meg lesz. Megint kimaxoltunk egy szintet. A 133. Lumink ezennel készen áll valamire. Ki is nyitjuk ezt a Lucky Ticketet. Micsoda, most megint... Megint invédelnek? Kaptunk egy originális pályát, nagyon menő! Jó. Oké, annak nagyon örülünk, hogy van még egy régi játékszintünk, de viszont egy újabb nehézség állt elénk. Elképesztő sebességgel robogunk befelé, már is a mapra, ahol csak végig kell száguldanom, hogyha jól láttam. Most mi bántott meg? Most mi volt az? Figyeljünk oda, bármikor jöhet a baj. Egy már megvan a 3-ból. 45. Alul is vannak, gondolom, hogy alulra kell mennem. Oké, nagyszerű munka. Sietünk, mert jönnek a vájnak mögöttünk. Itt most egy kicsit megállunk, mármint hogy lendület tekintetben.
ott lesz az a bigyó, aki elrabolta a haverunkat, most éppen olajat csepegtetett a járgányába, hogy feltankolja, mielőtt... Ó! Fegyverzetet kapott, oda néz, egy igazi páncél, de mi az te? Ha? Valamire páncélt szereltek fel, de még nem... Ha, úristen! Vissza! Majdnem belementem. Velem nem fogsz itt szarakodni. Én legyőzlek, majd meglásd. Felvaszt, te csicska! Kapod egyből. Á! Valami megbántott, nem tudom mi volt az. Ott elszállt? Jól láttam, elszállt egy izé, ketrecben. Srácok, jól láttam? Az már visszaszerezhetetlenbe nyomja? Szerintem igen, úgyhogy még egyszer. Volt, nincs. Milyen szerda, Krisi, mit keresel? Ott megy, ott szalad. Megvan! Nagyon jó, megvan a második számú. Hú, ezek most már berepülnek. Ho, wait, várj! Oh, újra. Nem tudtam, hogy ezek repkedni fognak. Gonosz iterációk vannak ebben a játékban. Szállj fel! Most miért nem bántott? Most miért nem bántotta meg? Jaj, ne! De most meddig nyomod ezt még akkor? Nem lesz ennek vége soha? Hát ez örökre nyomja. Hát beragad! Véged van, mondtam, hogy véged lesz! Kell lőnöm a rakétákokat. Gyerünk, gyerünk gyorsan! Nem lesz rakéta. Ha-ha! Győzelem, haver! Ott jön az utolsó, oké, megvan mind a három. De most már nyomjuk! A szívecskét elmisszeltem sajna. De most miért nyomod azt? Au, au. Azt most miért nyomta? Most nagyon nem volt szép amúgy tőle szerintem. Hát rám jött a boss. Annyit nyomtunk bele, amennyit nem szégyeltünk. Nem jó, nagyon nem jó. Figyeljünk oda, hogy mit hova, merre. Au. Nem akarja azt, hogy... Nem jó! Még egyszer! Elsőre csinálod, vagy sehogy csinálod? Egy csicska! Most megkaptad, ami jár! Erről nem akarok beszélni, a ketrec elrepült. Semmi baj! Most 100, és már mész utána, és összeszeded a királyt! Na hát! Meg is van! Mi van, csicska, kapod? Na most figyelj oda, haver! És megtudod? Ott jön már jobbról! De ez arra megy, amerre én megyek! Hát ez nagyon hülye, te! Hát ez keresztül ment a pályán. Hát ez így nem nagyon jó. Hát te miért jött fel utánad? Hát oké, nem a legegyszerűbb dolog, amit ma csináltam, de azért tetszik. Már indulhatsz, már nyomhatod. Gyerünk, gyerünk. Osztóját! Nagyon helyes! Bá!
várj, az alátorpadó! Wow! Ne csináld már, hogy ott jössz! Hagyd már abba a jövés! Most az fel fog menni? Felmegy, igen, te meg mennyire? Hó, micsoda! Győzel meg ebbe! Ez a csicska visszajött, hallod? De most érted vissza balra lesz a hülye! Jézusom! És milyen pulyka hangot ad ki közben, pedig ez egy szaros varangy! Miért csinálja ezt velem? Zseniális király! Nőd már el! Megvan! Ez a visszajövés, ez nem tetszik, azt kell, hogy mondjam. Hopp, figyeld! Most! Oké, lelőttek rólunk egyet, de mindjárt itt jön a következő szívecske, amit magunkévá tehetünk. Valahol itt lesz. Oké, most menjünk át a másik irányba. Nagyon veszélyes. Várjál, most merre? Mi van, te csicska? Győzelem. És most kapok még pontot amúgy. Na. Próbál elmenekülni, de nyilván megint be fog szorulni. Hát ez csak 125 van nálam, ez nagyon kevés, nem? Szevasz! Megint kilőjük az űrbe, és egy elképesztő malac csillagkép segélyben talál majd megnyugvást. Ahol a kis ördögök szurkálják a segét a haverjának, és így más most van neki is életük végéig. Egészen jól 125, nem? Az szerintem a szar, nem? Hát ezek 150-es pályák. Hát szörnyen király ez a játék, szerintem viszont is jó, mert csodálatos a Rayman Legend. Le kell szerezni, játszani kell, nyomni kell, szeretni kell. 125. Figyelj, az amúgy nem is annyira rossz, mert csak 100-as volt a pálya. Hát ki lett ez maxolva? Rayman zenét nyomják? Mi a Raymanben? Hát csodálkoznék, hogyha mondjuk, nem tudom, nem a Rayman zenéje lenne benne. Nézd csak, ott van már is az Orchestral Chaos. Az utolsó pályánk, egy hihetetlen zenés előadás. De előtte kaparó sors egy. Megint kaptunk egy lényt. Na gyerünk. A hatost nyitottuk ki. Hát azt most már megnézem, hogy mi az. Mi ez a hatos? Oh, wow, egy igazi... Nem tudom, de nagyon sok lumit kaptunk érte. 31.000-nél járunk már, szerintem kaptunk amúgy egy új lényt is ebből. 31.779 egészen pontosan a lumiaink száma. Így, hogyha bemegyünk a hősökhöz... Nézzünk bele, hogy van-e valami nyitva. Nem, 40k-nál nyílik az új majd. De az mi lesz vajon? Ez mi lehet? Szerintem ez az, amivel én vagyok, nem? Csak... nem biztos. Ah, jó kérdés. Nem baj, lesz miért küzdeni, az fix. Tök jó, hogy ilyen sok karakter van benne. Bár, mégsem. Szevasz, Vipasuli, hogy vagy, mi a helyzet? Szép estét neked. Mégsem, ugyanis váltunk vissza a régi csicskamágusra. A csicskamágus minden pályát legyűr. Ura, még cringe, miért mondod? Ilyen mágus fajzatnak tűnik? Igen. A Toad Story végén még az utolsó hármat nem gyűjtöttük be, úgyhogy ezt most megejtjük majd. Egy hihetetlen zenei előadás keretein belül. Orchestral Chaos következik. Sugár férfi kalandjai? Igen. Na figyeljetek, zene következik. Hangerőt már nyomom rá. Mi ez? Ezt ismerem, de mi ez? Állj, ne! Bocsánat. Újra. Várj, ne, ott van egy dob. Állj! Ez mi ez a dob? Ez... Még egyszer. Na hát.
Nem, semmi. Akkor menjünk. De miért? Na most az nem... Még egyszer. Meg volt. Eddig jó. Ho-ho-ho! Minden meg lehet! Éppen ott, amikor a mindegy. Tehát innen folytatjuk. Yay! És meg lett mindegyik. Ugye meg lett mindegyik. Meg... bizony meg lenn. Bizony, hogy meg lenn. Nem volt ez rossz, azt kell, hogy mondjam, egészen szép volt, tetszett. Megszereztük az összes tinszit ebből a világból is. Akkor ma befejeztünk egy világot. 5 darab lucky ticketet kaptunk. És a 6. szintű Isten királyságot. Wow! Igen, szóval készen vagyunk a Teen Season Trouble-el és a Toad Story-val is. Minden kettő maxos lett. Micsoda ez a Fiesta de los Muertos? Ez valamilyen spanyol vagy mexikói őrület lesz majd. Ezzel a pályával megyünk tovább. Pontosan meg sem tudom mondani, hogy melyik napon. Jó, kaparunk még egy kicsit. Hamarosan egyébként szerintem, vagy lehet, hogy jövő hétfőn kezdünk, majd ezzel meglátjuk. Nem tudom, hogy mennyire lesztek egyáltalán kíváncsiak rá. Kaptunk egy új régi pályát, hál' Istennek, hogy majd azt is végig tudjuk játszani idővel. Mindent lekaparok. Ó, ez egy creature. Azt is megnézzük majd, ennek Unig lesz a neve. Nem lehet egymás után többet kaparni? Ó, ez egy Teensy. A Teens nem maxos? Nem, a Teensys azok igen, a Lumik nem. A kis sárga szarok nem voltak maxosak még az első világban. Szevasz, Velaszong, neked is üdvözlök itt nálunk. Egy ezrest kaptunk ebből, abból még jöhetne kettő, és akkor állokolnánk még egy valamit még a végére. Gyerünk, gyerünk, még egy darab kettő. Ott van, már ott megérkezik. Hát megőrülsz, hát megvan a 40-ke. Sőt, hát ebből mennyit kaptunk? Wow, egy igazi Teensy Queen. Na, arra kíváncsi leszek, hogy mit állokoltunk. Szevasz, Flóra, hogy vagy, mi a helyzet? Egész este vártunk, nem voltál sehol, most már szomorúan köszönünk el a játéktól, ami szerintem tetszett volna neked úgy egyébként. Kaptunk egy Kiplik nevű lényt. Nézzük, miket sikerült unlockolni. Egy igazi robotot, ami egy királynő. Hú, oda néz, a magas polcról. Rengeteg lumival. Az meg egy olyan... hát az nagyon ronda szegény. De disznó az amúgy. Nemrég érte vissza a hotelbe. Az jó. De nem tudom, milyen hotelről van szó, de az nagyon jó. Örülök neked, vigyázz magadra. És hogyha most azt mondanánk, hogy New Hero, akkor mi lenne? Itt nézzük. Wow! Ez ugyanez, amivel vagyok, csak egy... Na hát, ez tök aranyos. És ez nagyon sok Teensy szívet tört már össze, de nem érdekli, mert... ő kizárólag csak is Rayment szereti. Mi a fene? Nézd! De hiszen ez tök aranyos. Jaj, ne, férfi hangja van. Oh. Ez hiba volt. Ezt nem lett volna szabad ezt a gombot megnyomnom, ugye? Hát nem baj, hát attól még szeretett inna. Hát...
Oké, akkor most már ezzel megyünk tovább. Nagyon jó. Júj. Mindegy. Fény derült a nagy titokra amúgy. És ez rengeteg Teensy szívét törte már össze. Micsoda? Néhány kupa van már csak, hogy elérjük a hetes szintű Isten királyságot. A Teensy's in Trouble. Ez most azért lett itt pluszos, mármint hogy minuszos, bocsánat, mert kaptunk itt egy új invédet, ugye? Igen, ott az egyik pályát, főleg a sárkányosat időre kellene teljesíteni. Köszönöm szépen, most nem akarom. Feri néni utána nem lepődünk meg ilyesmin, igen, igen, igen. Na, hát srácok, akkor tartsunk egy vacsoraszünetet így 22:42-kor, és utána jöjjünk vissza. Nem tudom, hogy mit csináljunk. Horrorkázzunk, vagy Borderlands-ezzünk, vagy Sárkány Mátét szerintem elnapoljuk akkor. Nem tudom. De megszavazzuk, jó srácok? Csináljunk egy szavazást. Ó, nagyon szar a horror. Rettenetes. Az Újra Anyálva című játék. Bekínzott apák. Szóval, igen. Tartunk egy szünetet, kirakunk egy szavazást. Szavazzátok meg, 3 perc áll majd rendelkezésetekre, és akkor azzal játszunk az este hátralévő részében, amit kiválasztottatok. Rendítsek? Köszönöm szépen! Mindenkinek, aki eddig itt volt, a vodnézőket ezúton is köszöntöm, és nagyon szépen köszönöm nekik, hogy megnézték ezt az epizódot. Remélem, hogy tetszett nektek, hogyha esetleg szeretnétek még ilyesmit látni, akkor csak bökjetek rá a feliratkozás gombra.